Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Jó reggelt. Drága hallgatók, mindenkinek egy taps, aki már ilyen korán fenn van velünk, és bírja a strapát, és korán ébred úgy, mint mi, nem tud aludni, vagy korán kell menni dolgozni, vagy csak egyszerűen bekapcsolt minket, és velünk akar ébredni, mint egy kicsit fél szépen. Álomban. Mindenki. Ma most mindenkit megtapsoltunk. Mindenki kapott egy tapsot. Aki esetleg nem hallja most, mert még alszik, annak adjátok át, vagy menjetek oda is, rázzátok fel, és tapsoljatok. Hogy valójuk már elkezdték. Neked is küldik a tapsot. A mégalvóknak is küldünk tapsot. Nem tudom megfejteni, milyen idő van, mert nincs hideg, de mégis hűvös van, néha köd van, aztán egy-két helyen nincs, szóval, hogy ilyen nesze semmi fog meg. Dönyörű idő nem, van. Nem mutatja az időjárás az egyértelmű arcát, hogy most mit kell vinnünk, esőkabátot, pólót, kötkabátot, bónos esőt, köcitálás, hát nem tudtam megfejteni. Figyeljétek, nagyon érdekes a dolog, mert mondjuk Anna reggel azzal fogadott engem, hogy a nyugatinál? Nem, az Árpád-hinál. Bocsánat, az Árpád-hinál iszonyatosan nagy köd van. Ehhez képest nekem ugye az első csekkom, az időjárás csekkom az mindig az, hogy kimegyek a kutyával pisilni, és felnézek az égre. És én gyönyörű szép csillagos eget láttam felettünk. Ez tehát a Lőrinc felett mindig csillagos az ég. Ez ennyi. Hát ott csillagos az ég, akkor minden jó idő lesz, nem? És gyönyörű szép, szerintem jó idő lesz. Lőrinc olyan, mint Greenwich, ahhoz állítják. Így van. Az időjárást, a barométert. A világ közepe, legalábbis nekünk. A világ közepe, így van. Úgyhogy de ettől függetlenül, srácok, akárhogy is nézzük, most így lapozgattam így a naptárt, meg hát nem tudtam nem észrevenni, hogy egyre vékonyabb már az, ami még hátra van, és ilyenkor mindig megszoktam egy celluxra egy kicsit erősíteni, mert nyeklik hátrafele az egész. Neked van klasszikus ez az asztali? Hogy neve? Én imádom. Neked van én ilyen? Én imádom, hogy van. A 2004 volt utoljára anyám rendelőjébe, ott a pirál rendelőjébe. Neked olyan van. Igen, minden évben. Minden évben van. De hol tartod? Otthon? Az asztalon. Itt bent vagy otthon? Nem, otthon. Itt nem, mert itt... Esztétikus egy darab. De jól is néz ki. Egyébként mutatós. Nagyon. De kis műbőrtartós, vagy ez a papír? Kemény karton? Az alapja kemény karton. Kemény karton. És hol az étkezőn? Vagy a benne a szobádban? Vagy hol van ez? Az asztalon. Tehát kint megyek, ha mennék hozzátok... Nem a bíderbe ért tálalón. De mennék hozzátok, akkor bent ott van az asztalon. A nappaliban az asztalon ott vár. Becsukod a laptopot, és akkor ott van mögötte. Úristen, ez olyan ronda. Mi neveztek akkor valamilyen szép egy fali naptár, amin képek vannak, 12 kép, lovakról, várakról. Mit tudom, az már egyből egy ilyen kicsit feldobja a lakást, ez a ronda. Majdnem lovas, mert minden évben a Noé-tól kapunk ilyen naptárokat. A Noé-tól szoktunk, Noé állatoktól kapni ilyen kis naptárokat, és akkor azokból most már évek óta mindig az van az asztalon. És akkor szépen így írkálom bele az aktuális dolgokat. Gázóra, villanyóra. Ahogy írok. Villanyóra, gázóra, áfa. Járulékok, feladások, futóverseny. Nagyon jó. De a telefonodat nem akarod erre használni? Azt is használom. Jó, te biztosra megyek. Van egy ízje, és régi klasszikus, meg a digitális. Ahogy mondod, előre már a jövőben is be vannak írva. Különböző dolgok, amiket mindenképpen intéznek. Az áfa, a villany az jövőre is lesz, tehát azt írd be előre 2020-ig mindenféleképpen. Visszamenőlegesen megvannak? Tehát mióta használ... Meg. És hát természetesen nyilván a leértékelések is. Leértékelés, Aldi, 50%-os napok, Lidl, 30%-os napok, meg, de 30%-os napok, ne felejtsd el, Lőrinci, Viszim, Cuki, Bolondos csütörtök. Torkos csütörtök. Torkos ked. És akkor néha így visszalapozott, mondjuk 2005-öt megnézed, hogy mi történt? Én végén például mindig megnézem azt, hogy mennyit sportoltam abban az évben, és ebben szoktam jegyzetelni. De beleírod, hogy ma voltam futni 10 kilométer. Mindig benne van. És összeadod év végén, hogy mennyit futottál. Uh-huh. Az mondjuk jó, na az jó. De mindig megnézem. Aha. Mindig megnézem, hogy abban az évben sikerült az előző évet felülmúlnom, miben kell vagy javulnom még a jövő évben, vagy mivel kell romlanom. De például a telefonod, azt tudod, hogy tud ilyet, hogy az edzéseket összeadja. Feri. Minden tud a telefon. De akkor mi? Én egy őskövület vagyok. Nem, jó a telefon, jó, de nincs a hangulata, valahogy nem tudom megfogni. Ez pontosan ugyanolyan, mint az e-book meg a rendes könyv közötti különbség. Tehát, hogy én azt nem érzem annyira. Értem. Én még mindig strigulázok például. Tehát, hogy sportolás közben mindig strigulázok. Van egy darab papír, és akkor hogy hívják. Azt szoktam csinálni, igen. Igen. Hány ötös széria, vagy nem tudom mi. Na igen, és akkor húzgálom, és akkor ötönként mindig át van húzva. Atya Isten. Jó az.
Jó, az biztos, hogy kell menni. Szerintem jó. Így van. Tényleg. De nem is ezt akartam mondani, mert oké, megint picit rácsúszunk a hétszereségem témakörre, ami egyébként egy akut probléma nálam, meg egy akut téma, de hogy ettől függetlenül, hogy már csak 6 hét van hátra karácsonyig. És hogy mikor húzunk, ezt akartam kérdezni. Benne vagyok. Hagyjatok már két álszenti, akik gyűlölitek ezt az ajándékozást. Ez igaz, de akkor is mikor húzunk? Én benne vagyok. Hát ha kapok valami érdekes. Segít ráhangolódni, már kicsit húzol, már úgy utolsó adás már úgy átadsz, várod, hogy kit húztál, ki húzott, úgyis addigra kiderül, mert te mondtad, hogy mit vegyek neked, ha téged húzlak. Vagy ki mondta? Valaki odajött hozzá. Hát ha megmondod, hogy mi volt az. Nem akkor emlékszem. Ja, akkor megmondja, hogy ő volt, igen. Nem te voltál a turné alatt, nem te mondtad, hogy ha téged mit húzlak, mondod? Akkor... Valaki. Hát ha valaki ráismer, mi volt ez kért? Hát ez az, hogy nem emlékszem. Ja. Szerintem én voltam. Te voltál az, amit azt kérted, amit nem emlékszem? Igen. Az menő. De gondolom, ha már ő kérte, akkor ő csak emlékszik. Mindegy, ugye, húzhatunk, én benne vagyok. Tehát, hogy persze, húzzunk, az egy jó dolog. Már azt is lebeszéltem, hogy honnan kapunk beiglit. Nem tudom, valami érvem voltam egy kis cukrászdából, valamilyen tett számomra értetlen okból kifolyólag szeretnek benneteket, és kérdezték, hogy küldjenek-e valamit. Mondtam, nem, ti a legjobbak a beigliben vagytok, majd karácsonykor. Nagyon helyesen. De tudhatjátok volna most is, és karácsonykor is. Az, amit nem lett volna. Megyek én még addig oda. Egy kis gesztenyésítés, bármikor szívesen előkóstolom, hogy hozzak. Nekem egy félét biztos küldenek. De csináljuk azt, hogy küldenek előre egyet, mondjuk a jövő héten megkóstoljuk, hogy jó-e, ugye? Hogyne. Mert akkor most fölösleges, ha rossz beigliük van, érted? Tételezzük fel, nem így van nyilván. Rossz beiglit elküldik, és akkor mi ezt nem esszük meg, az butaság. Az trapazarlás. Küldjenek egyet most, azt jövő héten megkóstoljuk. És ha jó, és akkor utána kérünk még. Akkor onnan rendelünk. Szerintem ez korrekt. Egyébként a beiglihez is vezethető vissza ez a gondolat, mert meg az, hogy egyébként eszembe jutott a karácsony, mert ugye a hétvégén voltunk a tizedik egycsepp világnapul, ugye Ferivel, és ott kaptunk ajándékba beigliket. És amikor megkóstoltam, akkor valahogy beugrott ez az egész. Hogy egyrészt finom volt a beigli, másrészt meg tényleg beugrott. És hát vagy ez, vagy az. Valami mindig előhozza ezt a karácsonyi feelinget. Egy jó fahéjas légfrissítő. Hát állsz a kis kék papucsodban, fehér-kék csíkkal, a kis pilléden, nyújtózkodsz, veszed le a műfát, porolod le, veszed ki az acskóból. Nem? A két csíkos puli. Kis talán papucsomba. Fújod a kis leértékelt és fenyőfa illatú kis sprédet. Jó az, hát figyelj, persze. Hát jön a karácsony. Igen. Nem? Hát ezek be kell, hogy miért? Hova tetted a műfát? Ennyi. Hát elkezdtük vásárolni most már kiegészítőket is. Most vettünk műgirlan? Műgyertyák? Nem, a műgirlan. Műajándék. Műajándék, műgyertyák, műcsillagszórom? Igen. És vettünk már két fényfüzért, ilyen elemeseket vettünk most ezúttal. Na, és oda vágtatok. Oda. De jól egyébként mutatós, jól is néz ki. Jó, és azért lesz tisztítva magából, csak még majd meg kell javítanom, mert hogy le volt értékelő, mert leszakadt a tetej. Azért mondom, hogy egyébként csak szeretném fejlem figyelmet, hogy november 17-e van, vagy 18-e, tehát ne költekezzél még ki. Tehát itt már fényfűzér meg. Tehát nehogy azt hát elszaladjon a lóra. Vagy ilyenkor, vagy utána érdemes, nem közben. De házara lesz, vagy a kinti tudjára? Nem, én azt utálom. Azt hittem már, meglepődtem, hogy nem, tudod, nagy díszes fényfűzérek is, csillogás. Aj, de bírom azt, lesz, én is szeretem. Vessetek meg, mész haza, kertes házas övezetbe, egy szerintem gyönyörű. Ilyen fényár van, és olyan hangulatban ész, mire hazajössz. Én nem díszítem, de nem azért, mert hogy ezen spórolok, hanem mert egyszer lusta vagyok megcsinálni. De olyan szépen csinálnak meg bizonyos házakat, brutális fényfüzért. Mert és délután mész haza gyerekkel. Kicsit belefér. Igen, jó, tudod, aztán januárban lekapcsolják, de hogy úgy egy picit ilyenkor az ember bűnösebb. Persze, mert a főváros áramellátása már nem bírja azt, amit ti ott elsztek. Annyi miért, hogy fölkapcsoljuk, hogy Török Bálint környékét, és mindig lehal a Lágymányosi híd, meg mint lehal egy komplet Budaörs elsötétül, tudod, mert ott mindenki fényfizérben úszik. Én azt szeretem. Van valaki, aki esetleg ebben a dologban profitált, hogy szeretetek, van olyan vállalkozás, ami már erre épült, hogy feldíszítjük a házat karácsonykor. Megcsinálják neked, hogyne. Biztos. Nekem nem kell, csak úgy, mert nem akarom. Biztos, hogy van. Persze, tudti, kijönnek, és profi csapat megcsinálja neked. És akkor még áprilisban is ott mászik a háznak az oldalán a télapó. Függönyöket leszetted, kimostad, összetetted a szőnyegeket. Az tavasszal van a nagy takarítás. Nem volt ilyen, mert karácsonykor sokan nagy takarítanak, csak azért kérdezem meg. Nálunk ez viszonylag rendszeres, tehát hogy... Na jó, csak ugye ilyenkor mindig van egy ilyen kis ágban. Ja jó. Mindig karácsony, ki kéne mosni a függönyöket. Mindig egy ilyen karácsony nagy takarításnál szokták az emberek leszedni, elküldeni a szőnyeget tisztítóba, olyan nagy szőnyeg van, leszedni a függönyöket, tehát az...
Az jó, vagy saját kézzel. Még nem, de azért tényleg így, hát helyel közel már azért mondom, vettünk ezt, azt meg csinálgattunk, de még csak jelképesen, még csak így átvitt értem. Tetszik. Díszítettem fel girlanddal a szívem. Helyes, ezt mondom, tetszik, hogy elkezdted a díszbe öltöztetni a lelkedet. Ez nagyon jó, már november közepén. Ez nagyon jó. Tessék. Csak elkapja lassan. Csak elkapja. Idén is élő fenyő, mert tavaly már az volt nálatok, jól emlékszem. Igen. Igen, és idén is beletörtétek a kulcsba az állat, nem, tudtátok megvenni a műfenyőt. Nem, mert a nővéremi kölcsön kérte. Ja, azért mondom, hogy az élőfenyővel azért ne szórakozzatok. Hát azért lassan 30-40 éve műfenyővel nyomjátok, azért ne hagyjátok el az élőfenyőre. Kis tanicli, belefújsz, leporolod, kiúzod a műfenyőt, letusolod, lerakod. Gömbbel együtt. Gömbbel együtt, visszajlogatod a nejlont, visszarakod a szekrénybe, hát azért megvan mindennek a rendje. Hát élőfenyő ráját, hát kikérem magamnak. Nem karácsonyzom olyan helyen, ahol nálatok élőfenyő van. Hát ez, hogy lehet ez? De mitől tényleg? Ja, kölcsönkért, nem akartam elmondani, mi is a testvéremről van szó, és kellett nekik, úgyhogy mi vettünk egy élőt. De visszavittétek? Persze, természetesen. Ja, jó, azért mondom. Yeah. Jó van. Már nem volt ott az árus, de azért leraktátok. Ja, igen. Már levés volt. Köszönjük szépen, mégsem. Igen, de adékok, nem volt csokba fa még december 23-án. Inkább rájuk rohad. Inkább rájuk rohad, de tényleg. Valahol jó, mert mindenki 23-án venni meg. Hát, lehet, igen, hogy többet fognak kezdeni. 24-én reggel. Én évekig csináltam ezt a 24-én reggel félára veszek egy fát, mert már utánam dobják, tudod, olyan rendre ronda fákat sikerült hazavinnem, de nem. Inkább felgyújtják. Na, azt mondja, hogy mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Jó, erőbb ki a ismétlés erejét, csak hogy mindenki felébredjen. Aztán jövünk egy-két SMS-sel, és várunk friss közlekedési híreket is, hogy mi a helyzet az utakon. Egyelőre nagy dolgot nem látok, úgyhogy minden. Én úgy láttam, hogy minden rendben van. Na, jól van. Mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, aztán jövünk vissza. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor. Morning Show. Hamarosan folytatódik. Minden szólít, most minden. Mind, gyerek, olyan tűzi játék volt, a pipak, minden volt. Na, mindent lőjünk el, minden volt, amit tudtunk, megnyomtunk, gyerekek, amit tudtunk, megnyomtunk. Balázs, ennek a hihetetlen jónak ki az előadója? Hát a Polgár Peti. Polgár Peti, akinek régen nálunk ugye rovata volt. Így, csak aztán picit ugye elfáradt Peti, de hát interneten beütitek, hogy Polgár Peti, rengeteg dalt. Polgár rengeteg Peti, Szepesi Niki. Szepesi Niki, Polgár Peti, Morning Show, Polgár Peti beütitek, hát éveken keresztül erősítette ugye a csapatunkat. Is csinált. Végét a Szepesi Niki is van, abból kettő darab dal is készült, és mind a kettő szenzációsan jó. Hát és most, hogyha megcsinálja nekünk a kis dalunkat, akkor elküldjük. Visszajöhet az élvonalban. Így van. Visszarántjuk. Visszatérhet. Jöhet bolyozni. Na, fél hét van pontosan, várunk friss közlekedési híreket. Azt nézem, hogy mit írnak a hallgatóink. Hú, fiúk, de jó lenne megint visszahozni Petit. Hát mi erre nyitottak vagyunk, Petinek kell írni, termelni a dalokat hétről hétre. Mi nem azért engedtük el a kezét, ugye, mert egyszer nem akartunk vele dolgozni, elfáradhatnia volt, és hát ezért napi, heti, két-három ilyen dalt megírni, szellemesen jóra, az nem egyszerű. Lehet, hogy heti egyre visszahozzuk majd. Ezen gondolkozunk mi is. A beugrója lehet, hogy dal lesz az Eurovízióra, amit megír nekünk. Így van. Pajzán mulatos. Már van. Reggelire. Peti egyébként dolgozik a dalon. Már leport törölte, ahogy hívják, az egyik szintetizátorját. Tehát és a kis mikrofonját is. Igen. Adhatunk le régi dalokat majd Petitől, addig mindegy elevenen tartva az ő emlékét. Na, fél hét múlt pontosan egy perce jelentkezzetek játékra, ami pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 7 óra. Gyerekek, nekem óvásom van már ma reggelrel kapcsolatosan. Kartelezés gyanúja merült fel, ugyanis. Na. Te kint olvastál? Igen. A Jani elindult kifelé, és az Jani, már csak 40 másodperc. Érted? Ugyanis a Jani minden reggelit hoz a Zsülnek, aki ezért cserébe figyelmeztető, hogy nehogy lekéssen a megszólalásról, és egyszer, hát ez micsoda. És kap dolog. Egy 50-est minden be nem dobott százas után. Értem én. Hát már nem, most már bedobott a Jani 1-2 ezerest, most már nem akar dobni. Az igaz. Nem. Ez a helyzet, hogy most már nem akar dobni. Utána számoltam, úgyhogy inkább nem. Igen, már elég volt. Megéri a reggelit hozni Zsülnek. Na, megnézzük ki a játékosunk, jó? Hogy álltunk, vagy hogy állunk ezzel? Nem tegnap rosszul, 1-0 nekünk. 1-0? Igen, én úgy emlékszem. Ja. Hát tegnap Jani nyert. Na, megnézzük, kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Hello! Hello. Martin, jól mondom. Martin, hello, mi újság, hello. Honnan hívtál minket? Székesfehérvárról telefonáltam. Székesfehérvár, mit csinálsz ott arrafelé? Hát jelen pillanatban éppen éjszakásból indultam hazafele, egyszer csak egy óvatlan pillanatban lerobbant a busz, úgyhogy most itt vesztegedünk az út félén. Merre vagytok? Hát Székesfehérváron belül a Zagárdi út felé vezető úton. És megadta magát a busz? Meg. Ez nem jó. Hányan vagytok? Jelen pillanatban 5-en. No, 5-en vagytok. Le tudjátok tolni a városig. Hát persze, csinálj. Igen, valami. Persze. Kis reggeli torna. Az jó, az egyébként szeretek tornázni. Tornázni az remek. Az remek. Kivel szeretné játszani, Martin? Veled, Balázs, nem baj. A torna nagyon jó szó, azt szeretem, hogy kicsit tornázzunk, igen. Na jó, csak ne a tornáról beszélgessünk. Bármiről, amiről szeretném. Na, jó van. Van témád? Na, hogy ne lenne. Jó van, felkészültél. Akkor oké, elterveszed előre ezt a játékot. Mehetünk? Persze, hogy ne. Jani? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok, figyelek. Jó reggelt kívánok. Balázs, kérdezel, vagy kérdezek? Mondtad, hogy szeretnék kérdezni. Hát akkor figyelek. Én kérdezek, ha neked ez... Legyen így. Kérdezzel. Legyen így. De akkor tényleg kérdezel? Milyen hétvégéd volt, mert alig tudtam hallgatni a megszólalást. A hétvégémre kérdezed, hogy milyen így volt? Így van, persze. Jó is, meg rossz is. Ha lehet így mondani. Rossz. Hát ugye erről tegnap elég sokat beszéltünk, szerintem mindenki nyomott hangulatban volt, ugye a párizsi események miatt, jó pedig hát a magyar válogatott kitűnő szereplése miatt volt. Hát az EB-n. Nagyon fociztak, meg is dicsértük őket, így van. Nagyon helyes, bár mondjuk te a focival ilyen szisztematikusan állsz, úgyhogy... Vagyunk ezzel így szerintem páran ebben az országban azért, hogy kevésbé hisznek a magyar futballban, és kevésbé szeretik. Te bírod? Én imádom a focit, én üzem is a focit, úgyhogy... Futballozol? Igen. Ott van, jó. Na, időn túl. Úristen, időn túl. Na, hát, na, hatalmas már. Hát, minden itt, de jó, te jó Isten. Időn túl, nem? Túl volt, azért én mondanám, egy hogy volt egy nem. Volt egy tizedik másodperc, amit nagyon óvatosan, visszanyeltél. Nagyon gyorsan visszanyeltél. Az a nem, az így kint van. Volt, de akkor megadjuk. Hogyha erősek lenni sportdiplomáciai vonalon, ezt már elvetetnénk. Azért adjuk meg, mert volt egy ilyen, és rájöttél, hogy már útközben kimondtad, és félig benyeltet, tehát nem igen, volt teljesen igen. Egyértelmű. Jól hallottuk? Igen, jól hallottátok. Jó, viszont nem mondtad ki, csak észrevetted és benyelted, ez ilyen véleményes, csak már nem akarunk nagyon szigorúak lenni, mert bárhogy döntünk, úgyis minket szedek apró darabokra. Úgyhogy megkapod az elhek család, jó? Köszönöm szépen. És nem úgy volt, hogy azt mondod, hogy nem, hanem hogy rájöttél, és akkor lenyelted. Volt már ilyen, hogy valaki elkezdte a bajt. El is adottam a nyelvemet írtam. Igen, ráharapták. Jobbulá. Szájzárat kaptál. Igen. Köszi. Jól van. Martin, ügyes voltál. Nagyon szépen köszönöm. Hát már egy éve próbálkozok ám nálatok. Nagyon sűrűn. Tényleg? Igen, de már úgy voltam, hogy most feladom. Tehát a mai az utolsó, és most aztán feladom. Na, kitartó vagy. Hát az előbb-utóbb sikerül. Jól van, küldjük a csomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy játszottunk. Köszönöm. Kitartás, szóljatok, ha küldjünk valami sofőrsegélyt, vagy nem tudom, bármit. Hát sárga angyal, helikopter, küldjük minden. Ciao, hello. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na. Hát egy-egy. Egy-egy akkor. Jó, belefér. Ez most még itt belefér. 7 óra lesz, 6 perc, van, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello. Hello. Jó reggelt! Sziasztok! Olyan jó nagyon reggelt. Forró lett a teám, hogy nem tudok még egyelőre. Hát fújjon. Fújjuk neked? Gyerekek, úgy fújjon, mint a tornádó, zsőléci, de nem. Zsőléci, jó? Amíg a... Vedd már a fújást. Figyelj, amíg tolja, balé az útinformat, fújjad légy, és kavargasson.
Fantasztikus Lenny Kravitz 45 000-szerre már, de nagyon jó volt, nagyon szerettük. Addig fújtam a teámat. Már mi is elénekelhetnénk. Konkrétan eljátszom az akkordmenetet, pedig nem tudom, hogy Lenny hogy játsza, de eljátszom simán, mondjad. Két bögrésben nem hiszel, ez az átöntögetős? A nagypapám csinálta mindig úgy, hogy átöntögette. Ez egy nagy szülői szokás volt. Én sose értettem már gyerekként, hogy de fura, biztos így kell. De elvileg működött. Nagyon elvileg jó volt. Hűl, tehát hogyha egy magyarázat kell hozzá, akkor jó magas. Hát igen, öntöd. Így van. Nagyobb felületen hűl. Képzeld el, hogy nézne a keverőpult. Nem kezdem el átöntögetni. Szerintem inkább ne próbálkozunk. Móni lefotozta neked, hogy el tudjad képzelni, mert hogy tényleg ne csak a fantáziádra hagyatkozzál. Mi van? Besötétedett a kis képernyő. Azért, mert oldalról nézted, nem sötétedett be. De tök sötét. Na most már, basszus, igen, mert itt vártatok. Tök sötét volt, Jani. Jó van. Semmi, az iPhone ideig tartja a képet, az nem tartja annyira. Nem látok el odáig. Ja, a naptárat mutatod. Basszus, én ilyen tatákban vagyok körülbelül, de én is az vagyok. Mondja ő, aki naptárt vezet az asztalán. Atya, úristen. Mi van beleírva, ha nem titkos? Nem, egy csepp szima 10 óra, valami kandi vagy randi van még 10 órakor. Kandi. És a hét minden napján randi. Bekevened a gombaölődet a kandit. És kedden, 10-én pedig papír. De átnyilazva 9-ére. Alul pedig kondi. 69P utca van, és még hétfőn is kondi. Elképesztő, ugye arról beszéltünk, talán nem mindenki hallotta, most ébredtek föl néhányan, vagy most ébredtetek, hogy ugye Jánosnak ez a klasszikus fehér asztali naptár van otthon, mert hogy az embernek az irodájában a munkahelyen ilyen van, az nem baj. De ennél rondábbat, kevésbé esztétikus az ember nem nagyon tud elképzelni, és hogy Jani ezt a fehér kartonlap, rajta ez a naptár, piros betűvel a március 15-e, meg az augusztus 20-a, húsvét, hétfő és a pünköst, és Jani pedig beírogatja alá, hogy számla, rezsi, villanyóra, kondi, kutyakaja, leértékelés, tücsökpresszó, virágpresszó, virágcukrászda, friss krémes. De viszont itt ő nem is kap büntetést, azért mert nem fizeted be valamit. Hát ez otthon kevesen csinálják már. Picit olyan, mint a most már lassan aktuálisra váló adventi naptár, hogy látod, hogy így történnek így a dolgok. Én itt szeretem így magam előtt így látni, amikor strigulázol a sitten, vagy valami. Tehát, hogy lát, tényleg az időnek a múlása, meg az, hogy így történtek vele dolgok. Mert telefonnal az a baj, hogy nem látod így egyszerre, hogy mi történt abban az évben veled. És így tök jó így visszanézni. De most tegnap nézegettem, el van téve, Móninak egy régi edzésterv, amit még annak idén az építőkben kapott, ő diszkoszvető volt, és akkor így a mester készített neki személyre szóló edzésterv, és ilyen megsárgult kis papír, egy ilyen műanyag tokban, és tegnap azt olvasgattam. Annyira tetszenek és ezek a régi dolgok. Nem tudom azokat csinálni, minket ő. Tényleg? Fihat nagyon kemény. És diszkoszvető volt az. A Móni? Az. Mi eddig is nagyon tiszteltem, de akkor a legközebb találkozunk. Van húzás, akkor mondom óvatosan. Na hát igen. Érdekes ez a kis naptár. Kevesen tartanak már ilyet otthon. Munkahelyen igen, de otthon igen. Hát ezért vagy te jó, mert te még ezekre írogatsz. Azt mondja, hogy valaki nagyon sokan azt írják, hogy kimondott egy igent a 10. másodpercen. Anna, hallgassuk már vissza majd a játékosunkat, jó? Hogy kimondott-e valamit, vagy nem mondott ki semmit. Benyelhette azt ő. Volt egy nem, de állítólag volt egy igen is, és ez elég sokan megírták, úgyhogy Anna visszahallgatja, és akkor ha a véleményes, akkor természetesen felülbíráljuk a döntésünket. Sárvár elkerülőn baleset az asszonynak, meg szülinapja van, boldog szülinapot kicsim. Alfás Pisti írta nekünk. Trafi, lehet, hogy csak azért írt a Sárvár elkerülőn balesetet, hogy bekerüljön úgy, hogy az asszonynak meg szülinapja van, és semmi nincs a Sárvári elkerülőn, valaki igazolja, jó? Hogy van-e valami a Sárvári elkerülőn, vagy becsempészte magát Alfás Pisti úgy, hogy felköszöntötte az asszony, mert tudhatja közlekedés, akkor beolvasom. Trafi van a 11-esen Budakalász és Szentendre között, ezt Peti küldte nekünk. Ugyanitt betonvirágládák kell adó. Most már ez lesz egyébként. Mindenki megpróbál a közlekedésen kívül valamit belecsempészni a közlekedésbe. Igen. Trafi Szentendre felé a 11-esen, akkor ezt többen elküldték, mert Apacs is elküldte, úgyhogy ez igaz lehet. Kimondta az igent, hallgassátok vissza, ne adjátok meg, ezt nagyon sokan elküldtétek, úgyhogy próbáljuk majd akkor tényleg visszahallgatni. Mendes Üsáp között szokásos dugó Pest felé, Csabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Örkényben területen mér a szuper Trafi, Kobelkos Gabi üzeni, Szexádon a temetőnél ébrednek, éberék korán keltek, lézer show a botanikából, Rumc Ice-szal küldte el nekünk. Köszönjük szépen. Megtetted a tenisztippeket, amit mondtam?
Nem. Nem tetted meg? Mert semmit nem fizeted, basszus. Hát a hallgató itt írt, hogy ő megtette, igen, és jó kis sütipénz jött össze. Nem, jó sütipénz, igen. Ilyen ennyi találat, azt szerintem azért, most komolyan mondom, hogy kevés embernek van. Tehát azért de miért így... nem játszol? De miért nem fogadsz ezekre? Á, nem, ez a sportfogadás engem soha nem érdekelt nagyon. Nem, megnéztem egyébként este, tényleg, odaültem a gép elé, fölmentem a megfelelő oldalra, megnéztem, tehát azt láttam, hogy olyan alacsony ócok, hogy mondom, ebben nem érdemes pénzt vetszülni. Ha meg nem jön be, akkor meg óriási bukó. Mert hogy tényleg, tehát ha azt akarod, hogy nyerjél vele valamilyen, ahogy szoktátok mondani, hogy szemben szemmel látható összeget, akkor kell tenni rá. Ha véletlenül valami közbe jön, akkor aztán úgyse raksz többet, 500 ezer forintnál ilyenekbe játszol, tehát azért én nem raksz hát, 20-30 ezer forintot, igen, de én megértem az 500 forint, azért az nagyon nagy bukó, én értem, de hogy azért itt ne csináljuk úgy, mint ha mondjuk 300 ezer forintról beszélnénk, hogy fölrakunk 500 forintot arra, hogy fel Nadal. Én vagyok, érted? De ha Nadalra mondjuk 10 ezeret tettem és nyert, akkor mennyit kapok? 11-et? Tehát egy ezerest azért keresel vele? Nem, jobb otca volt a Nadalnak szerintem most a Wawrinka ellen. Jobb, persze. Hát annál biztos, hogy jobb. Nem egy. Igen. Nem egy-egy volt. Viszont Möri csak 1.25-öt fizetett. 1.25 az azt jelenti. Hát ha 10-est fölteszek, az 2.500-öt nyerek vele. Azért ez nem olyan. Ez nem olyan. 25%-os. Hello. Akkor tegyi. Az 25%-os, mert mutass valamit, mert egy óra alatt keresel 25%-ot. Hát 25%, egy év alatt nem ad a bank, nem 25-öt, hát kettő felett kis nem ad. Kisvasútépítés, igen. Hát azért, csak oda nem tudsz odaérni. Mi volt a Nadal? Figyelj, azt nem is tudom. Vagy Wawrinka ott, azt meg sem nézted. Hogy mert az később volt, és amikor megnéztem, akkor még az a meccs még előttünk volt valamikor. Lárifári a múltat. Lárifári. Mindegy, Lárifári. Mondjad a mait. Nem. Összöd, nem kapsz más, de ez jön most. Szóreszkán, mondjad a mait, mert én most... A Gyurcsány szokott lárifárizni. Én most pénzt fogok keresni. Mondjam meg neked a mait. Én ma pénzt keresek. Na. Én nem tudom, hogy kell, de ma pénzt keresek. Hát, figyeltek, az van, hogy ma ugye Berdik Nisikori. És Djokovic Federer. Dicshötte, biztos így írják Nisikori. Na Djokovic Federerre jó vagyok nálad. Hát azt akkor tegyük meg. Akkor sok pénzt fogok keresni. Djokovic Federer, jó. Én nagyon szeretem a Nisikorit, úgy általában minden japánt kedvelek. És ott az jól is fizet. Na. Arra mit mondasz? Berdik most Nisikorira mit mondasz? Hogy érzed? Hát gyerekek. Na most mikor nekem kéne pénzt keresned, akkor nekem ne hátráljál ki. Nehéz megmondani. Tegnap 2-ből 2. Most nem akarok, most csúcson vagyok, most nem akarok rontani ezt. Ja, hát mondjuk igazából. Most fent vagyok. Ezt most hagyni kell ezt az állapotot kicsit. Én is ezt akarom mindig, amikor nyerek, mit tudom, 200 forintot a kaporosról, és én utána egy darabig nem veszek. Igen, most olyan jó, hogy most én megnéztem, tegnap a Nadát néztem élőben, a Endét nem szeretem, nem néztem, de olyan jó volt úgy lefeküdni, hogy gyerekek 2-ből 2. Ezen most tudok rontani, mert hogy Federernek drukkolok, Federer ellen én nem teszek soha. Jó, de az oké. Okay, de veled fogadok arra, hogy én Federert mondom, én de Gyoko valószínűleg megveri Federert. Zárójelben teszem hozzá, hogy ahogy ezt már ismerem, a altatás, és aztán jövök a cumira. Megveri. 10 játékpénzt teszünk. 10 játékpénz, azt én tartom. A megveri. Federer ma kikap szerintem. Csoport másodikként fog tovább jutni, és a csoport elsővel fog majd játszani. A Berdik Nisikori, az egy érdekes dolog, hogy láttam a Nisikorit játszani most a Gyoko ellen, Berdik. Berdiket nem meg inkább. Mi az oceános? Azért érdekes meccs, mert Berdik Nisikorinál, aki kiesik, az vége, az elbúcsúzott a világbajnokság. Aha. Ja, ez egy világbajnokság. Mert két vesztes. Ez most egy világbajnokság. Igen. Na jó, van 1.57. 1.57, most azért... Az már nem rossz. Hát azt most úgy mondod, de 1.57, hát azt több lelkesedéssel. Ja, hát az fölraksz 10.000 forintot. 1.57? Hát 5.000 forintot fölraksz, és keresel 7.500 forintot. Na, az jó. Verdikt. Az nem. Verdikt, az. Na, egy KBS. Tartom, János, ezt is tegyük meg. Na. Hát érdekes hírt találtunk, és érdekes riport alanyunk lesz, mert... Mert érdektelenekkel nem foglalkozunk. Mert érdektelenekkel mi egyáltalán nem foglalkozunk, és ugye lehet azért rólunk tudni, hogy néha ezoterikus vonalon is utazunk, és nemrégiben megjelent egy nagy interjú egy boszorkány nagymesterrel. És ez a boszorkány nagymester érdekes dolgokat mond ebben az interjúban, aminek mi is szeretnénk egy kicsit utána járni, hogy ez valóban így van-e, valóban igaz lehet-e. Mert hogy állítólagosan démon támadások áldozatai vagyunk Magyarországon. Ezt mondja ő. Mindannyian? Démon támadások áldozatai vagyunk Magyarországon. Mindannyian. Amikor alszunk.
Amikor alszunk, megtámadnak bennünket ezek a démonok, és van egy boszorkány nagymester, aki egyébként egészen összefüggően jól tudja nekünk elmondani, hogy mi történik éjszaka, amikor egy kicsit kiszolgáltatottabb állapotban de mi? Fekszünk. Befogják az orrunkat, hogy kiszáradjon a szánk, hogy kit akarnak minket, vagy... Orodra. Oda ül. Ki az a démon? Kezdjük itt. Na hát innen kell elkezdeni, hogy mi az a démon, mi történik. A boszorkán nagymester, rögtön hívjuk egyébként, elmondja majd nekünk, hogy ha érzed például azt, hogy éjszaka valami megfogja a lábodat. Hú. Ha van hőérzeted, ha valami olyat érzel, hogy mintha ráfeküdt volna az egész testedre, és alig bírsz felkelni, levegőt venni, és mintha lefognák a kezedet és a lábodat. Esetleg valami lehúz az ágyról, amit nem látsz fizikai síkon. Valami láthatatlan dolog kezd el téged letolni, lerángatni. Rád nehezedik, megfog. Hideget érzel, meleget érzel. Ezek mind a démonok, akik állítólagosan szexuális támadást végeznek ellenünk. Szexuális támadást. De? Jézus Mária. Jújjúj. De súlyosan hangzik. Na várjál, lehúz az ágyról, és ott támad, vagy megfogja a lábam, addig a másik... Felemeli, és azt mondja, inkább irány a gyerekszoba, basszus. Rá egész élet kapja meg. Szólok még négy démonnak, remélem, az asztrál testedet sem felemelne. A boszorkány nagymester azt mondja, hogy van egy hatfős démonűző csapata. De ez tök komoly egyébként, és tényleg mi is próbáljuk úgy komolyan menni, hogy most ne tegyük az egészet zárójelbe, hanem nézzük meg, hogy ez valójában létezik, akkor mit csinál? A magyar Ghostbusters. A magyar Ghostbusters, így van, tisztogatják az országot, ha kell külföldre is mennek, és mindenféle éjjellátó hűkamerás eszközzel megvizsgálják az adott területet, és megtisztítják a gonosztól. És nyilván számlaképesek. Ezt nem tudom, hát ezt így ebben a formában nem tudom, de szerintem adnak számlát, SJ2346 szellemizés. Azért értem. Na, de azért a fura érzetek éjszaka, az szerintem szokott lenni sokaknak. Vannak mindenkinek. Azt mondja, hogy ilyenkor démonok jönnek ránk, és hát bizony rosszalkodnak velünk, akár az is lehet, hogy szexuálisan megtámadnak bennünket. Szexuálisan megtámadnak bennünket. A részemről nyitott vagyok. Bármire, már ebben a korban. A démon az élő embernek az ilyen külső kivetülése, vagy ő már meghalt szegény? Egy negyed osztályú entitás, mert ugye előtte vannak az Ámon, Bémon, Cémon, Démon. Beteg vagy. Szokott nektek bármilyen érzetetek lenni? Igen, de akkor én lecsavarom a radiátort. De ez az egyik, amikor érzetem van, igen, vagy, becsukom az ablakot, ezek vannak még. Nem, ilyen, hogy rám telepedik, hogy lehúz. Nekem szokott. De rád, rajtad van? Nekem egyfajta érzetem szokott lenni, és meg akarom kérdezni a boszorkány nagymestert, hogy ez... De hülye hangzik. Mondjuk, tehát, hogy miért kell őket... Tehát, hogy biztos valami komolyabb nevet is tudnának maguknak, mert valahogy ezt a boszorkány nagymestert... Mindig mit... Tehát, hogy képzeled el, hogy jön egy ember egy ilyen csúcsos, feketes süvegben, a kezében egy ilyen göcsörtös bottal, és hogy hívják, és a lóg a nyakában valamilyen fura medál. És így képzeled el a boszorkány nagymestereket. Na, mindjárt megkérdezzük. De nektek semmit, tehát lefekszetek, alszotok, felkeltek, és semmi nem történik éjszaka? Tegnap este volt. Felriadtam, de aztán kiderült, hogy csak azért, mert Móni a hátán feküdt, és akkor mindig horkol. És akkor megböktem egy kicsit 6-szor egymás után, és utána minden rendben lett. Hát, így levegő nehezen jön. Olyan volt. Mondjuk le kéne állnom a Szofival a rohadt élet. De akkor másfélszer levágtál a bajuszodból. Nektek nem volt olyan? Meg kéne csináltatom az orsevénytertülésemet, mert megfulladok. Azt is megcsináltattam. Azt már 20 éve. Egy mozdulattal helyreigazítottad az orsevényedet. Nem volt. Olyan nem volt nektek, hogy arra ébredtek, hogy kapkodod a levegőt nagyon nehe. Akkor lehet, hogy ott a melykasomra ül? Nem, az arcodra ült a béka. Nyilván, az jó volt. Lefekvés előtt. Az igen. Értetted, az még jó volt. Igen, az arcodra ült, és azt mondta, most mond felé, napvitorla. Igen. Napvitorla. Honolulu. Na jó, több komolyságot. Ja, szóval. Nekem egyébként szoktak fura érzeteim lenni, és ezt én meg is akarom kérdezni, hogy... Jó, de te a lépcsőn alszol, könyörgöm a gyerekszoba előtt. Tehát van olyan. Nekem ne kezdjél itt érzetekről beszélni. Persze, hogy az ajtófél
Nyomja az arcodat. Hát. Nekem nagyon sokszor van, hogy feláll például. A szőr. A hátamon, hogy hideg érzetem van. Van olyan, amikor azt érzem, hogy valami olyan, mint rám feküdne, nyomna le az ágyba, és egyszerűen nem tudom felemelni a kezemet. Erről meséltem már nektek. Nem meséltem nektek, a barátaimnak meséltem, hogy vannak éjszaka olyan típusú tám. Igen, mert ők még nyitottak az ilyesmire, ugye a régi 10-es két havonta, három havonta vannak olyan ellenem elkövetett fizikális, bestiális támadások, ami halálosan komoly. A következő történik. Fekszem az ágyban, és már fent vagyok. És akarok szólni a Vikinek, hogy segítsen, mert nagyon nagy bajban vagyok. És meg se tudsz szólni. És nem tudok megszólalni, azt érzem, mint egy úthengerrel így nyomnának bele az ágyba, és ilyen nagyon fura arcokat látok magam előtt. És próbálom felemelni a kezem, és amikor ez először megtörtént, baromira megijedtem. És azt hittem, hogy most biztos, hogy meg fogok halni. Hm. És ez havonta, két havonta megtörténik, de most már felveszem a harcot, és az történik, hogy tudom, nézzetek teljesen. Aha, a harcot. Teljesen. Próbálok venni. És tudom, hogy jön. És tudom, hogy érkezik, és olyan, amikor egy úthenger így nyom bele az ágyba, nem tudsz megmozdulni, nem tudsz fölemelni tudom, a kezed. Hogy jön, tudom, hogy érkezik, ez amit egy filmtréler. Próbálsz, tudom, próbálsz küzdeni ellene, de nem tudsz megmozdulni. Nekem és egyik pillanatról a másik egyszer csak elmúlik. És nem tudom, meddig tart, mert nincs valós időérzékelésem. Lehet, hogy fél perc, egy perc, tíz másodperc, nem tudom. Nagyon érdekes. És az nagyon arcok kicsodák, akiknek annak idején a Balázsóban nem szolgáltattál igazságot. Igazok. Nem, nem mindig látok arcokat, van, amikor ilyen fura dolgokat látok, hőérzet van, és nem tudom, ezt nem tudom megmagyarázni. És ez valójában megtörténik, tehát tudom, hogy fent vagyok. És az elején még volt, hogy próbáltam szólni a Vikinek, hogy segítsem, hogy látta valamit. Hogy de nem, barom, de, ha igen, nem de amikor balra fordítottad a fejedet, nem Viki tehát, hanem Pataki Attilát ugyanilyen pozitív. Nem mondom, hogy ufokra voltak, ezt nem mondom. De vannak ilyen fura érzetek, és amikor harmadszorra, negyedszer ez megtörtént már velem, akkor már nem ijedtem meg annyira. És azt gondoltam, hogy már tudom, hogy mi történik valójában. Nekem egyszer volt ilyen, mert amikor az én hálózsákom mosásban volt, és a gyerekében kellett aludnom, és pont ez volt az érzés, hogy nem tudtam megmozdítani a kezeimet, nem tudtam megmozdítani a lábaimat. Jó, hát azt is egy érdekes lenne megkérdezni, hogy, igen, hogy te mi ellen, lehet, hogy tudat alatt védekezel azért alszó hálózsákban, kis jéger alsóban. Igen. Nem? Tehát, hogy ez egy a démonoktól védekezel. Soha nem volt nektek ilyen? Alvás paralízis. Ezed van. Az van olyan. Alvás paralízis. Az egy létező dolog. Tényleg? Az egy létező dolog. A hallgató írja, hogy alvás paralízised van. Igen. Ilyenkor szokta az Attila is behalózni ezeket az UFO támadásokat. De nekem a fizikai érzetem az, hogy ez valójában megtörténik, és nem tudok felkelni, nem tudok megmoccanni. Először baromi ijesztő, rettenetesen ijesztő. Alvás paralízis egyébként ez egy létező dolog. Lebénulsz, nem tudsz megmozdulni, aha, elképesztő. És akkor lehet, hogy ez a démon miatt van. Nem mondom. De képzeld azt a szituációt, hogy próbálsz átszólni a Vikinek, hogy segítsen neked. Hogy lökjön meg, vagy ébreszem fel, hogy ültessen fel, és nem tudsz kinyitni a szádat. Olyan, mint amikor minden idegrendszere, de azon dolgozol, hogy egyáltalán meg tudjál mozdulni, és nem tudsz semmilyen hangot kiadni, és meg se tudsz mozdulni. És azt érzed, hogy nyomnak lefele föntről. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Mikor többször átéled, már nagyon érdekes, mert tudod, hogy megint itt van ez az érzés. Már nem ijedsz meg elsőre, a legnagyobb félelem. És azt még látod, amikor Viki elteszi a fecskendőt? Igen, és talán kivesz a pénztárcából egy ezeres, körbenéz és berakja a belső zsebébe. Igen, persze, nyilván. Szemgolyó nedvesítő cseppet a szemedben egy kiszára. Kibírod majd élve. Komolyan, elsőre bepisílsz a félelemtől. Másodikra már nem annyira félsz, nem és harmadik... annyira bánom, hogy ez engem eddig elkerült. és harmadikra már tudod, hogy megtörténik, tudod, hogy el fog múlni, és nincs az a halálfélelmed, mint elsőre. És orvos? Hmm. Mit mond el? Nem mentem el orvoshoz, tehát hogy sokkal szívesebben. Erről nem beszélek sok emberrel. Nem mertem beszélni róla. Soha nem beszélek erről. Ezt nem adom ki a legszemélyesebb. Igazad van szerintem. Ugye? Mert nektek oki, hogy elmondom, de hát jó, de hát most mégis csak mi. Pár éve már együtt dolgozunk. Na, megkérdezzük a boszorgán nagymestert, hogy milyen támadások érik a lakosságot. Egyáltalán mik azok a fura érzetek, amit az ember érez, mert hogy azért sokan éreznek, hát próbáljuk meg a tudatunkat kicsit kitágítani. És ne csak azt gondoljuk, hogy ha mi nem érzünk semmit, akkor valójában nincs. Nagyon sokaknak van fura érzetük éjszaka, lefekvésnél, álmukban, felkelésnél. Az, hogy valaki figyeli őket, hogy valaki van a szobában, hogy valaki ott fekszik mellettük, hogy valaki az arcodhoz ér. Nagyon sok ilyen beszélgetésben vagyok, vannak fura érzetek. Uh-huh. Meg is simogatnak. Nem, hogy érzed, hogy az arcodhoz ér, hogy valami hideget érzel a lábadnál, aztán rájössz, hogy fölket van menni zófit, mert rossz a keringésed. Na, itt van a mi boszorkány nagymesterünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó, de visszafogott vagy. Hello. Vító boszorkány nagymester, jól mondom?
sziasztok. Hello. Picit tudsz nekünk hangosabban beszélni, mert nagyon halk vagy, nagyon visszafogott. Most jól hallom. Nagyon, most igen, hallom, abszolút, abszolút, abszolút. Fülhallgató van bent a fejemben, aztán gondolom lehet, hogy annak vannak némi nemi problémái. Aha, bent? Hát nem, csak itt könnyebb a telefonon beszélni, tudod. Ja, fülhallgatom vagyok. Beépített belső. Na, mik ezek a megszaporodott szexuális démon támadások Magyarországon? Kik követik el, ki ellen? Hallottam egy 5 percet az előbeszélgetést, ahogy beszéltetek a dolgokról. Csak tényleg 2 mondat az álom paralízisről. Ugyan nem vagyok orvos, tehát nem hiszem, hogy erről nekem sokat kellene beszélni. Igen, ez nagyon sok emberrel megtörténik, velem is történt, nem egyszer, nem kétszer. Viszont óriási különbség van egy álomparalízis, tehát ez a lebénulásos, nem fog mozdulni című történet, és mondjuk egy klasszikusnak vehető szexuális démontámadás között. Ugyanis a démontámadás között, tehát mondjuk egy szexuális jellegű támadásban az a helyzet, hogy ott azért hívjuk szexuálisnak, mert szexuális jellegű mozgások, történések vannak az esetben. Aha. A testüregbe való behatolás. Bocsánat, még igen, finomabban egy kicsit, mert hogy korábban, ennél nagyon nehéz lenne finomabban, inkább durvábban. Nem, semmiképp, értjük, hát felnőtt emberek vagyunk, hogy fogalmazzunk. Most az a helyzet, hogy maga ebben a kategóriában, amit akár mondjuk az én világomban, ugye, mert azért ez még mindig egy zárt világ az okkultizmus. Tehát az én világomban azért ennek is egy igen széles skálája van. Tehát ide beletartozik az is, amit említettél, hogy enyhe fogdosási érzetek is vannak. Nehéz ilyenkor, nagyon nehéz még nekünk is elválasztani az ocsut a búzától, hogy esetleg az adott embernek ebben mennyi a képzelgése, a lelki kivetítése, mert rengeteg esettel találkoztunk, mentünk ki, és derült ki, hogy igazából nem arról van szó, mint amivel mentünk. De igazából, ahol már tényleg egyértelmű, ott azért nem ezekről van szó, hanem ott már ténylegesen. De mit akar a démon, vagy mi történik? Tehát fekszik az a gyanútlan honpolgár otthon? Alapkérdés egyébként mindig, amikor ezt megkapom előadásokon is, hogy egy démonnak ebben mi a jó, miért csinálja, mi a cél. Valójában az ő cselekvéseiknél van egy nagyon rossz dolog, amit most fogok mondani. Nem teljesen jó az emberi logika, és nem teljesen lehet erre ráhúzni az emberi gondolkodás formákat. Ők másképp tesznek dolgokat, mint ahogy egy ember tenne. Most ide dadogtam bele, mert ugye akkor mégiscsak azt kéne mondani, hogy másképp gondolkodnak. Ők is gondolkodnak, csak ők nem aggyal gondolkodnak, hiszen ők szellemi lények. Tehát nekik nincs egy fizikai agyuk mindenkinek. Na de valami célja értelme van az ő látogatásuknak, hogy ne lenne, a leges-legelső általában mindig a leuralás, tehát az uralni valamit, egy helyzetet, főleg egy ember, és a terror. Tehát az, hogy terrorizálják, hiszen kezdjük az elején, képzeljetek el egy alapesetet, általában a szexuális támadásoknak szerintem körülbelül, ugye, mert az egész világot nem látom át, csak azokat az eseteket, amikkel foglalkozom, körülbelül a 70-80%-a körül általában nők a szenvedő alanyai. Aha. Na most gondoljátok el, hogy akár egy alvás közben, vagy este, vagy amikor egyedül van, mert egyébként gyorsan hozzáteszem, nem csak akkor történnek ilyen jellegű támadások, amikor valaki alszik. Tehát itt az alvás paralízis már egy kicsit meg is dőlt. Hanem teljesen béta állapotban, tehát teljes tudati állapotban. Képzeljétek el, hogy megél egy ilyen igen heves, nagyon brutális támadás, tényleg minden viccet félretéve, lenyomva az ágyra, testüregbe való turkálások, sőt, sajnos aktus is nem egyszer történik, hogy ez milyen félelmet generál egy adott nőben, egy adott emberben. Na jó, de honnan tudom, hogy megtörtént? Ez a lényeg, hogy igen? A félelem, ugye, ami energiával jár, minden cselekvésünk energiával jár, abból az energiából táplálkoznak ezek a bizonyos démonok. Tehát az is része az ilyen jellegű támadásaiknak, hogy amit gerjesztenek a támadással, abból élnek. Abból táplálkoznak. Na most, de akkor miért nem csak megijeszted? Miért nem jön oda és mondja azt, hogy hú, jól összetolom magam. Balázs, mi már találkoztunk kétszer a Balázsóban, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, egy ilyen hosszú vajú elmebeteg vagyok, biztos emlékszel rá. A hosszú vajút erős túlzásnak érzem. Eddig megpróbáltam komolyan menni. Szerintem ebben a hosszú vajú volt az, ami... Balázs, az a helyzet, hogy ne kévesztük össze a klasszikus poltergeist jelenséget egy démon támadással. Tehát a poltergeist jelenség alájának elég jól leírt szakirodalma van. Nagyjából azok szólnak az ijesztegetésről. Egy démon, tehát azért ez most
De honnan tudja egy nő, hogy reggel megtörtént, arra gondolok. Tehát, hogy nem egy álom volt, ahol én... Hogy végig mosolyogja a kávézát. Igen, csak Vito, csak segíts nekünk válaszolni a kérdésekre, hogy reggel a nő föl kell. És ugye vannak szexuális tartalmú álmok. Egy álmodnak ilyet, pasit álmodnak nők. Az már magad démontámadás, vagy én tudom nőként reggel... Az nem az, tehát az álom, annak nincs köze. Oké. Honnan tudja egy nő reggel, hogy... Oké, okay, hát honnan tudom, hogy megtámadták, hogy milyen jelei vannak? Tehát reggel a nő föl kell, akit ti mondjuk megvédtek, kimentek és határot leszámoltak a démonokat, de milyen jelei vannak? Vagy mi, tehát hogy segíts kézzelfoghatóvá tenni ezt a beszélgetést. Most, akkor még egyszer elmondom. A legutóbb körülbelül egy 3,5 hete volt egy esetem, esetünk, mert többes számba kell beszélni, egy démonvadás csapattal dolgozom együtt. Ez nem így működik, hogy őt érte egy támadás, aztán reggel kényelmesen fel kell. Akit támadásért, őt egyébként pont éjszaka érte a támadás, nem is egy, hiszen mi amire kiértünk, addigra azt hiszem 3 vagy 4 támadásnak volt az elszenvedője, egyáltalán nem tud kényelmesen reggel felébredni. Őt egyébként fizikailag bántalmazták is, tehát lehetett rajta látni bizonyos ütésnyomokat is. Tehát, hogyha mondjuk elment volna a rendőrségre, meg hát nehéz följelenteni a démont. Nem, hanem hogy vagy itt tudom én, igen, előtte át lehetett vetett, akkor tényleg valaki azt hihette volna, hogy mondjuk éppen az adott pasia verte halára, pedig nem igaz. Hogy űzitek el, vagy mit csinál a csapat? Tehát kimentek, jön egy nő, hogy őt megtámadta egy démon. Általában megint különbséget kell tenni a szexuális jellegű támadások, és általában a démoni támadások. Jó, még hagyjuk a szexuális technikai dolgokat. Mi fedőket ütödögettek össze, vagy mit légkürtöt megnyomjátok? Mit csináltok? Tehát megérkeztek a lakásba, tudjátok, hogy ott van egy démon. Valaki panaszkodik arra, hogy lehet, hogy mint a szellem démon van a lakásban. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mert valószínűleg nem kötelező tudnatok. Tehát én a Mágia Zöld Páhuját vezetem, ez fönn van a Facebookon, akit érdekel, nyugodtan nézze meg, ott ezekről van szó. Helyzet a következő. Általában, amikor értesítést vagy felkérést kapunk, hogy van egy ilyen dolog, akkor azért annak van egy felvezetése. Tehát akkor azért van tájékozódás, beszélgetés, el kell beszélgetni az adott emberre, mit értnek, hogy kimentek a lakásba. Várjál, mert nem fejeztem be. Igen, hát csak szeretnék valami konkrétumot hallani. És most mondom, és igen? Amikor én úgy döntök egy elbeszélés után, hogy ez több, mint fantáziázatás, vagy egy neurológiai probléma, akkor megyünk ki. Na most a kérdésre a válasz. Nekünk saját ritusrendszerünk van, és saját szimbólumrendszerünk. Tehát mi nem fedőket csapdosunk, meg énekelünk ilyen angol, hanem ennek van egy... Nézd, a boszorkásnak rendkívül szélesága van, nagyon sokféle vonala, irányzata, amit én képviselek, ott egy nagyon komoly ritus és szimbólumrendszer van. Tehát mondjuk akár, mint egy jezsuita papa, aki exorcizmus végez, ugye a názareti nevében szentelt vízzel a római... Tehát nem arról van szó, hogy megérkeztek egy ilyen kis permetezővel a hátatokon, mint a Ghostbusters, és akkor ott fújtok. Nem, nem, nem. Az nagyon egyszerű lenne, az a permetezés már nem annyira hasznos dolog. Vito, az én esetemben az micsoda? Tehát az egy amit én elmondtam neked, mert azt mondtad, hogy végighallgattad. Ha igazság, én mondom, tehát nem, summa cum laude, nem végeztem az orvosin, tehát ezt gyorsan szögezzük le, én inkább gyanakodnék az álom paralízisre, mint egy démontámadásra. Mondjuk, amit leírtál, ezt én nagyon sokszor megéltem, valószínűleg fogom is, tökéletes leírás. Tehát annyi különbségeim, még hozzátenni, nem tudom, neked volt-e ilyen, hogy én nekem ilyenkor a fizikai testemben van egy olyan érzet, mintha egy ilyen feszültség szerint, mintha áramot vezetnének a testedbe. De nem úgy, mint amikor a villamosszéggel ülsz, hanem olyan a bizsergő, erős bizsergő. Szerencsére erről van. Nincs információ. De ez álomparalízis, tehát ez nem szexuális támadás. Tehát pontosan tudnád, hogy szexuális támadás lenne. Honnan? Hát akkor most félreérthetetlen barázs. Hát felnőtt férfiak vagyunk, tudjuk, hogy félreérthetetlen. Ilyenről akkor nem támadnak meg, bár az én praktisomban abból kevesebb van. Hál' Isten. A latin nyelvű leírásban, főleg a keresztény egyházaknál, amikor ezeket annak idején vizsgálták, ugye van egy fogalmi rendszer, van inkubusz és van szikkubusz, tehát az egyik ugye a női démon, aki férfiakat molesztál, és van a férfi démon, aki meg nőket molesztál. Azt írja valaki, hogy amikor a macska követ valamit a lakásban, igen, hogy követnek a tekintetükkel, a hideg szokott kirázni, hogy ez mi lehet, Orsi kérdezi. Engem is, mert megint éhes ez a lényeg. A macska azért érdekes állat az okkult világban, mert tényleg valóban igen erőteljesen érzékelnek az ember által nem mindig érzékelt energiákat, leginkább mondjuk olyan energiákat, ami nem embertől származik, maradjunk ebben a megnevezésben. Én azt nem mondanám, hogy a macskának minden fejmozdulata erről kellene, hogy szóljon, de nagyon sok kísérletet hajtottunk mi is végre olyan helyeken, ahol
szinte biztosan tudtuk, hogy ilyen energiával találkozunk, hogy vittünk macskát, hogy hogy reagál egy macska. Nagyon érdekesen, ha megengedtek egy fél perces történetet, a macska rettenetesen vonzódik a mi általunk definiált negatív energiához. Tehát általában, hogyha egy helyen, egy olyan helyen, ahol ilyen jellegű történések vannak, és egy macska letekeredik, akkor az biztos, hogy azon a helyen, vagy annak a közelében nagyon erős negatív energia. De ami engem még érdekel, hogy száraz macska, ha női démon jön, az nem igen. Baj. Tehát az el vagyok fel, erre kell fölkerek. Nem úgy értem, nem most komolyan mondom, mert csak hogy van-e homoszexuális démon, csak azért kérdezem, hogy legalább ne pasírj, nincs. Jó, mert ha reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy kicsit ott vágykáztok, akkor legalább arra gondolok is, hogy olyan jó csaj legyen. Ha pali volt, akkor azért akkor... Talán nem azért. Viccelek. Én egyáltalán nem viccelek, ezt tudnom kell, mert mondom, vannak érzeteim. Én nem tudok homoszexuális jellegű támadások, én ezt nem mondom, hogy ki van zárva, de én nem tudok róla, tehát én ilyennel nem találkozom. Tehát ha támad engem nő, támad a nőt a férfi. Egy férfit megtámadó női démonról nagyon gyorsan hívnál fel utána, hiddel. Azért ne kivettük össze a Julia Roberts-el való találkozással, tehát azért ez nem ugyanaz a szívás. Tehát nem egy ilyen Angelina Jolie kirézetű csaj ül rám, és akkor ott történnek bizarr dolgok, hanem hát ezennél egy sokkal nyomasztóbb dolgok. Valamikor, most így fejből nem tudom neked megmondani, körülbelül egy olyan 3-4 éve volt egy esetem, amiben egy férfi volt. Hallod, olyan szinten volt szétkarmolva, mint hogy egy tigrissel bírkozott volna. Tehát azért volt szétkarmolva reggel? Jön egy démon, és egy kellemeset szerette. Tehát azt mondjuk én is mondanám otthon, tudod, hogy egy démon volt, drágám. A pasi volt szétkarmolva reggel? Jó, hát mondjuk a házasságnál, amikor egy vállóper van, mondjuk a bíróságon nehéz lenne elmagyarázni, igen, ezt a szitút, hogy egy démonnal volt esetet. De visszatérve a... Hány esetetek van egy évben, hogy hányszor mentek ki? De tényleg érdekel, mert hogy hallom, hogy ezt komolyan csinálod, komolyan veszed, tudom, hogy mivel ezzel foglalkozom. Nekem ez egy életforma, de egyébként nem csak ezzel foglalkozom, mert okkult dolgokkal foglalkozom. Oké, de hogy hetente, naponta mentek, két hetente? Milyen sűrűn hívnak benneteket démon támadásokhoz, házakba, lakásokba? Ugye történt egy cikk, amire ugye most ti is ráreagáltatok, ott ugye nem hangzott el, hogy most konkrétan emeljük ezt szexuális jellegű történetet. Az körülbelül 4-5-szöröse mondjuk az elmúlt években, mint ami előtte volt. Tehát idén, hát most már lassan bezárjuk az évet, lassan egy tucatnál tartunk. Ez nagyon sok. Ez nagyon sok. És azért sok Balázs, mert ugye nem csak én mozgok ezen a területen, hiszen az egyháznak is van egy szedettsége, tehát akik mondjuk vallásosak, azok inkább paphoz fordulnak, és stb. Tehát ez az én érzékelésem, de egyébként nagyon sok, nem nagyon sok, de jó néhány emberrel beszélek, aki hasonló dolgokban utazik. Ők is ugyanazt észlelik, hogy nagyon megsokszorozódott azoknak az eset száma, amikor támadnak. Mit tudom, ez egy érdekes dolog, hát nyilván mindenki a saját hitrendszere szerint hisz ebben. Persze, ez magától értetődő. Azért akartunk megszólaltatni, hogy elmondd ezt a dolgot, aztán már mindenki elmond. Nem csak vallásos emberekkel van dolgunk, hanem teljesen csőmateriális emberek élnek, mert sajnos ilyet, úgyhogy ez egyáltalán nem hisz. Hogy tudnék kiprovokálni egy ilyet? Jani nagyon vágyik rá, hogy végre valaki kicsit megtámadja már. Mert nekem is van ilyen betegségem, csak mondjuk az sima alvásparalízis, néha mozog így a takarulat a kezdet. Isten igazából tehát te, mint földi halandó, nagyon nehezen tudnád önmagad csak úgy kiprovokálni. Átmegyek egyszer hozzád, aztán kiprovokálok. Vito, mennünk kell, köszönjük szépen. Én azt mondom, ismerem ezt az arcest. Tudod, ha már ilyen vagy, de tudod, mondom, némi nemű ismerettség van. Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ez most rossz indulatú lesz. Én szeretnék veled akkor beszélni, amikor egyszer egy ilyen megtörténik veled. Velem vagy a Janiban? Janiban, mert ő az, aki... Kevésbé lennél humoros, hidd el. A Jani volt a humoros, én halálosan komolyan kérdezem, hogy én néha nem tudok megmozdulni álmom. Elküldenék egyet a helyetben. Várjál, ezt még fontosnak tartom elmondani. Legfőképp nőknél. Akiket ilyen támadásért soha nem felejtjük el igen erősen tudatosítani velük, hogy a mentesítés után, mert ez mindig megoldjuk, tehát ez nem is kérdés. Igenis szakemberhez kell forduljuk, mármint pszichiáterhez, mert ezt meg kell dolgozni lelkileg, ez nem egy egyszerű történet. Mennünk kell, bocsánat, hogy beléd folytom a szót, csak mennünk kell, jó? Nagyon szépen köszönjük, ha ilyen van jelentkezünk. Köszi, ciao. Hello. Az a durva, hogy így összefüggően jól beszél. Tehát tudod, van az a kategória, akire azonnal mondod, hogy jó, elmentek otthonról, de hogy közben... Ő víz benne. Igen. Ákos idei után jövünk vissza mindjárt. A
Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. 7 perc van pontosan. 7 óra, nagyon sok SMS jött, fura érzésekről, majd a hírek után még visszatérünk. Visszatérünk az SMS-ekre, hozzászólásokra, jött jó néhány. Jött jó néhány. Sokan írják egyébként, hogy hol végén őket is megcsinálja a rezsidémon. A rezsidémon. Vító Boszorkány nagymestere beszélgettünk. Hiszünk benne, nem hiszünk benne, ilyen emberek léteznek, élnek, dolgoznak, és házhoz mennek, és démonokat üznek. Nagyon sokan egyébként hisznek benne, bennük, és kérik az ő segítségüket. Hát nagyon sokan látom az SMS-ből, hogy szkeptikusak. Mindenki dönt. Ebben ez a jó, hogy a világ szerintem sokszínű, nem? Figyeljetek, nekem egyre inkább az az érzésem, hogy mi élünk egy alternatív világban. A valóságos dolgok azok annak idején a Balázs Show-ban voltak. Igen. A szakértőtől, ami a mondat, amit nem akarok hallani, már találkoztunk a Balázs Show-ban, nem? Tehát, hogy igen. Tehát azt ne, mindenkinek mondom, aki volt nálam. Imádtam azt a műsort, csináltam 5 évig, de ha valaha azóta szakértők lettetek, akkor ezt nem mondjátok. Ez a hitelesség. Ezt kicsit megkérdezem. Nem. Én azt mondom, hogy lehet, hogy az az igazság, mint az összeesküvés elmélet című film, vagy a Men in Black-be, hogy a komolytalannak gondolt, meg ilyen balkézről kezelt, meg lekezelt, meg a bulvárnak az alja hírek a valóságosak. Az az igazi világ. Petyka írt a Balázs, még egy bizonyíték, hogy nem csak te futottál be komoly karriert a Balázs Show után. Itt van egy hallgatónk, akivel játszunk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, Nándor vagyok Csengerből. Nándor Csengerből, szia. Hello. Felkészültél a játékra? Igen, felkészültem, igen. Na figyelj, mutatjuk akkor, hogy mit csinálnak, jó? Nem tudjuk, minden nap ugyanazt csinálják. Valamit sütnek, mennek valahova, teljesen mindegy. A lényeg, hogy mit énekelnek, jó? Figyelj! Ez egy magyar dalocska, és egy nagyon híres. Hát meghallgatnám még egyszer. Hogy nem, mutatjuk-e a rövidebb részletet, figyelj! Hát nem nagyon esik le. Nem? Mutatunk hosszabb részletet, jó? Nem áll. Na, hát ez innen már viszont nagyon könnyű. Ez a Kombiné. Ez az. Láttam meg a Kombiné csodát. Elég, egyre furább ez a reggel. Nándikám, ügyes, hogy ki van ott melletted? Köszönöm szépen, anyu van itt, törül segített, mert én nem nagyon vagyok otthon az ilyen zenékben. Anyu vágja 3+2-t. Na, kazettám megvan még, ugye? Na, hát köszönöm nektek, hogy jól indult. Hogy jól indult a reggel. Látod? Elvitték a vonalat. Nyert azonnal rám, kész, vége van. És már csinálgatják. Jó kis kombiné, igen. Nándi Edzsi. Zseniális. Nyilván már egy picit hosszabb a szám, mint amikor megvásárolták annak idején kazettel, mert nyúlik a szalad rendesen. De még mindig milyen jól szólt, igen. Na jó van, Nándikám, ha hallasz minket, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Abszolút megérdemelted. 4 perc van, 8 óra. Jövünk még egy-két SMS-csel és közlekedési hírrel. Ákos, híre jutam. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és nézzük a friss közlekedési híreinket, ami drága hallgatóink mit küldtek nekünk így kedden kora reggel. Az M3-as Miskolci lehajtójánál Kovi amatőr castingot tart, ha beleszaladsz, bekerülsz a nagy orális válogatásba. Van egy trafipax, valaki próbált ezt szépen megfogalmazni. Köszönjük szépen, nem írta alá. Azt mondja, hogy... nézem, mi a helyzet. Somogyban, Hentsén útmarás, aszfaltozás folyik, sok a kanyar, mindenki figyeljen, Szala voltam. Jók vagytok, köszönjük szépen. Te is jó vagy, Szala. Nagykanizsa felé most állítják a trafit a 132-es kilométernél, Szal küldte nekünk, lehet, hogy ő Szala, csak le akkor lemaradt az a betű, vagy ő is Szala. Mérnek szerencsen az Ondi úton Müller üzente nekünk Tapolcán, a Halápi út, Bárdos utca sarkán ugyanitt baknyulak eladók torlódás van egyébként. Köszönjük szépen. Ja, nagyon jó. Igen, 85-es út jól járható, ellentétben a tegnapi nappal, amikor több köztük halálos baleset is történt. Amúgy még mindig vitara kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Budakalászi Szentendre között a 11-esen van egy trafink üzente. Peti Mendes-Hűsáv között szokásos dugó Pest felé, ezt Csabesz küldte nekünk, és Örkény belterületén mér a szuper trafi
úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Hatalmas baknyulak, 6 kilós vasderesek öcsém egész évben csak kufit szolnának. Vegyétek, vigyétek ócomba. Na egy-két SMS még a démon vadászunkhoz. Kimentem, a macska rám nézett, én meg felrúgtam, ezzel megoldottam a dolgot. Laci küldte nekünk. Jani, holnap ilyen meglátogatlak, nem foglak soha, nem fogod soha elfelejteni. Puszi smokkent. Oh, a démon. Júj, na és mi legyen le? Fürgyek. Igen. A testemet elvihetik bármikor, a lelkemet, soha, írta nekünk egy másik hallgató. Bali, nem kellett volna a kulcsot adnod, a meleg vízóra leolvasom. Hát, lehet, igen, hogy ezt érzed éjszaka. Igen. A Bali, az általad elmondott tünetek minisztróknak tűnnek, biztos abban csak rektális vizsgálattal tudnék megállapítani, a doktor Gizmo küldte. Engem mindig figyel egy kacsa, most is. Ezt tudom. Tomi üzente. Beteg. Igen, Balázseni vagy, ezentúl én is így fogom kimagyarázni, hogy lusta disznó vagyok, és nincs kedvem mosogatni. Timi írta nekünk. Köszönjük szépen. Ilyen úthengeres alvás élményem nekem is szokott lenni, ezt Krisztián küldte. Köszönjük. Na, ugye, mert hogy Vítóval, a boszorkány nagymesterrel beszélgettünk, ezért nem sok minden, és sok mindenben hiszek egyébként, amiről ő beszél, csak erről baromi nehéz így ebben a formában beszélni, mert bárki elkezd démonokról beszélni, az egyből kap egy pecsétet, én se tudom ezeket a dolgokat hova tenni. Vannak érdekes tapasztalások, ezek a beszélgetések talán ezért jók, aztán mindenki, amiről beszéltünk, nem a saját hitrendszer alapján hiszek, nem hiszek, gondolom, nem gondolom, van, nincs, megmagyarázza, hogy most ez lehet, vagy nem lehet, lehetnek-e démontámadások, vagy nem lehetnek, vannak energiából táplálkozó lények, fél lények, más dimenziók, hát baromi összetett a dolog, viszonylag keveset tudunk erről. Mindenki kapaszkodik a saját szemléletébe, és ahhoz tartja magát igen, nyilván. Csak az sztori hiányzott nekem. Igen, igen, szerettem megint, volna konkrétumot készíteni belőle, nehéz volt. Hogy mit csináltok, hogy űzitek el, hogy néz ki, honnan emberi van. Aggyal felfoghatatlan, mert ők nem emberi aggyal gondolkodnak. Ja jó, akkor most mit csináljuk? Ideig oké, okay, de akkor ha nem ember, hallgatóinknak figyelmét, akiknek nem emberi aggyuk van, hogy ők most meg fogják érteni, többiek meg nem. De ha nem emberi aggyal gondolkozik, akkor emberileg tud téged molesztálni? Tehát az a része meg emberi, hogy éjszaka rádion és megcsinálgat, az oké, okay, de egyébként nem emberi adja gondolkozik, hogy tudok védekezni ellene, hát azt nem tudjuk elmondani. Gyerekek, ez megint akkora ködösítés, mint ide, Laci. Igen, az de ugyanakkor se előtti gyógyszer. Igen, érdekes. Ugyanakkor azért nyilván régen is a régi hitrendszerek alapján azért a sámánok voltak, démonokban hittünk, lények, hát fél lények, pokol lények. Igen, szóval persze, a varázslók, az indián kultúra nagy része ezen alapszik, szóval a fene se tudja, hogy mi történik valójában, ezért lett volna érdekes, ha még több konkrétumot hallunk. Na, jól van, a dolgot lezártuk. Egyébként ezt az útengeres élményt, ezt senkinek nem. Senkinek nem kívánom, ez nem egy jó sztori. Aha. Ez nem egy jó sztori. De lehet, hogy nem kéne lekötözőset játszanatok a Vikivel? Mindig mondtam a Vikinek, hogy ne hagyja rajtam a gumipókot. Szörnyű volt, mikor múltkor a szádban. Igen, múltkor elment otthonról, átjött az anyós, és én ott voltam messzelen a radiátorhoz láncolva. Na, hát ne így aludjatok el. Ne oldozzon el, itt hagyott a feleségem. Nem, ebben nincs. Majd később visszajövök. Látom. De akkor is ide leszek, látszol, legalább szeretnél róla. Igen. Látom, nagy buli volt. Na, egy másik... csak egy szürke hétköznap. De hát nálatok így. Szürke hétköznap, amikor a radiátorhoz vagyok kilencolva, igen. Na, egy másik érdekes témával folytatjuk, ez egy picit komolyabb, és egy picit kézzelfoghatóbb, és talán minden szülőnek, és minden gyermeknek megvan róla a véleményem. Ugyanis egy tavalyi programban egy nagyon érdekes dolgot próbáltak ki, ugyanis kiderült, ugye, hogy azt már tudjuk, hogy több milliárd értékű informatikai eszköz van kihasználatlanul az oktatásban, méghozzá a gyermekek zsebében, ott vannak az okos telefonok. És hát nyilván sokan úgy néznek rájuk, felnőttként is, tanárként is, hogy nem akarom a démon szót visszahozni, aha, de hát ez maga, ugye? Jogos lenne. Maga a démon, és iskolában ennek nincs helye. Ugyanakkor nagyon sokan mondják azt, hogy érdemes lenne kipróbálni, hogy időnként a gyerekek kapnak arra lehetőséget, hogy mobilok segítségével oldanak meg bizonyos feladatokat. És hát végeztek egy érdekes kísérletet, amiről szeretnénk beszélni, ami arról szólt, hogy bizonyos órákon, bizonyos tanároknak, bizonyos iskolákban megadták azt a lehetőséget, hogy próbálják ki, hogy milyen úgynevezett mobilos órát tartani, amikor is hát a diákok a tanár segítségével, az okostelefonok segítségével, másfajta biológia, másfajta történelem óra, másfajta kémia órán vesznek részt. Ez egy kísérlet, és nyilván azt szorgalmazza, hogy valahogy az oktatás rendszere kezdje el beengedni az iskolákba az okostelefonokat, tudatosan, nyilván szabályozva,
De mégis, ha már ilyen drága dolgok, kütyük, jó dolgok hevernek a diákok zsebében, akkor engedjük be az oktatásba. Igen, ha már ott van, ha már nem tudunk ellene semmit, legalább használjuk fel. Hát erről szerintem baromi jót lehet vitatkozni, és mindenki máshogy gondolja, szülőként, okostelefon használóként, szerintem is máshogy gondoljuk ezt a dolgot. Mi is máshogy gondoljuk, ismerve engem, ismerve benneteket. Hát főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy ugye nektek azért még pici gyermekeitek vannak otthon, és még nagyon helyes, meg nagyon aranyos, amikor a gyerek babrálja az okostelefont, játszik vele, hú, milyen ügyes, nézd, milyen gyorsan megtalálja ezt a játékot. Jaj, hogy eteti, jaj, hogy játszik a macskával. Jaj, nézd, most hátra lök, jaj, de aranyos, jaj, de kedves, jaj, de helyes. De amikor majd azt látjátok, és én sajnos már ezt látom és tapasztalom, annak ellenére, hogy szinte mindig mindent megteszek ellene, hogy ez ne így legyen, de tényleg, azt látod, hogy mondjuk hazajön a gyerek, és miután letudta a tanulást, meg letudta a házi feladatot, előveszi a kis mobiltelefont, és gyakorlatilag, ha nem szólsz rá, vagy nem figyelsz oda rá, akkor akár reggeltől egész estig, vagy mit tudom, még kora délutántól egész estig csüng a telefonon. Most én legszívesebben, komolyan mondom, hogy néha kidobnám a telefont, ehhez képest ez a kezdeményezés azt mondja, hogy ne, még az iskolai időben is vegyük elő a telefont, még ott is vegyék el a gyerekek, ott is foglalkoznak vele, ott is játszanak vele. Mert hogy ebben bőven benne van a játéknak a lehetősége, és nem csak a tanulásé. Nem, na most maga ez a rendszer, ez nem ezt mondja, hogy vegyék elő, és ott is játszanak vele. Tehát azért ez nem erről szól, hogy vigyünk iskolába telefon, aztán mindenki azt csinál vele, amit akar. Ez arról szól, és szerintem én meg nagyon-nagyon máshogy gondolom, és ez egy baromi jó dolog, hogy igenis, ha itt van ez a fajta digitális korszak és digitális világ, amiben a mi gyerekeink már felnőnek, akkor ne tiltsuk, ne büntessük, ne elkobozzuk, és ne azt mondjuk, hogy úristen, el a telefonokkal, hanem integráljuk, tanuljuk meg használni, adjunk nekik lehetőséget, rengeteg applikáció, rengeteg óra, rengeteg kísérlet, rengeteg kémiaóra, leadható már egy kicsit máshogy, mint hogy a tanár kiáll a táblához, és elmagyarázza. Vonjuk be az okostelefont, tegyük élvezetesebbé nekik a tanulást, és használják egész egyszerűen arra, amire szintén lehet mondjuk telefonálás mellett. Mondjuk előre nem lehet általánosítani, bocsánat, hogy minden gyereknek a zsebében ott van az okostelefon. Nem lehet általánosítani, nyilván van akinek nincs, van akinek nincs pénze rá. Egyre több gyerek kezében lesz okostelefon, egyre több gyerek éri már el az internetet a telefonja segítségével, ha most még nem is 10 év múlva, 20 év múlva, az egészen biztos, hogy megtörténik. Meg középiskolában, mondom a képet, 30 középiskolás gyermek áll a pedagógus előtt, 16 évesek, tehát ez az a kor, amikor már ugye lehet lázadni, már ugye okos vagy, sőt, tovább megyek, 16 évesek kenterbe vernek téged, mint pedagógust okostelefon kezelésből, és azt mondja a pedagógus néni, hogy na gyerekek, akkor biológia óra van, drágáim, vegye elő mindenki az okostelefonját, töltsétek le a biológiai alkalmazást, és akkor kezdjük el kitölteni a tesztet. Kovács Pistike, sőt tovább megyek, Rákóczi Soma az én gyerekem, mert akkora zsivány lesz, mint az állat, 16 évesen pedig valami egész másra fogja a telefonját használni, mint amit te mondasz. Jó, 30 gyerek van, érted? Tehát, hogy követhetetlen a dolog. Én szerintem ez nem teljesen így van. Azt is elmondom, hogy miért. Az a gyerek, aki rosszalkodna a telefonnal, az most is lehet, hogy amőbázik, az most is lehet, hogy torpedózik. Tehát a fegyelem az mobiltelefon nélkül is sérülhet. Ha itt van egyfajta szövetség és egyfajta együttműködés, akkor miért tiltunk egy olyan dolgot, ami, ha kimondjuk, nem mondjuk, ez a jövő. Tehát ez az úgynevezett M-learning, ez egész egyszerűen 10-20 év múlva elsöpör bennünket, ha ezzel nem veszük föl a verseny. Adjunk neki olyan szerkezetet, ami csak erre alkalmas. Abban benne vagyok, érted? De a mobiltelefon nem csak erre alkalmas, ez a baj. Hanem arra is alkalmas, hogy addikciót alakítson ki. És gyakorlatilag ezek a gyerekek, ezek a diákok már alapvetően egyébként fogékonyak erre a fajta függőségre, hogy az életük gyakorlatilag minden percében, minden pillanatában ott van velük a telefon. Ha még az iskolában is ezt fogják használni, gyakorlatilag legálisan alkalmazhatják a telefont úgy az oktatásban, hogy közben meg egyébként... Az nem biztos, hogy egyébként az jó felé tereli. Tehát én abban mondjuk a Balázzsal vagyok, hogy azt mondod, hogy a függőséget úgy alakítod, hogy használd okosan az eszközt. Igen, de közben meg azt mondod, hogy közben meg ugye nem ezzel fognak foglalkozni. De miért feltételezzük, hogy nem ezzel fognak foglalkozni? Miért gondoljuk a saját gyerekeinkről, hogy minden gyerek egyébként renitens, minden gyerek azonnal Facebookozik? Miért nem hisszük el, hogyha van egy jó tanár, aki fel tudja kelteni az érdeklődését egy gyereknek egy jóféle applikációval, egy jóféle kísérlettel, egy olyan dologgal és egy olyan letöltött applikációval, ami mondjuk a gyerek érdekli. Mi történik az oktatásban az elmúlt 150 éve? Mi foglalkoztunk órán egyébként. Mi leveleztünk egymással. Igen, csak ezek a
fiúk már... Böngöztük, hogy hívják voltunk, sugdoloztunk, beszélgetünk, rögcsöltünk. Na most ez egy ezeknek a modernebb változata. Csak ezeknek a srácoknak már tudod, tehát úgyis ott van a telefon a zsebükben, úgyse nagyon tudod kiszűrni azt, hogy a telefon ne használják, mert bekapcsolják szünetben. Tehát, hogyha bevonod, baráttá teszed, integrálod, és megtanítod őket értekesen használni, és alternatívát adsz mondjuk nekik a Facebook, meg a Twitter mellé, akkor lehet, hogy hatékonyabban tudnak tanulni, mint hogy csak arról tudnak, hogy van a Facebook. Tudod, mi a nagy baj? Szerintem a tanárok nem ismerik ezt a világot. És a tanár tiltja, mert azt mondja, hogy ez már egy olyan világ, amit én nem értek, egy olyan világ, amitől félek, egy olyan világ, amiben én már nem, amiben a gyerek okosabb, mint én. Igen. Tehát kvázi sérülök. Ebben van igazság. Inkább kimegyek a táblához, és azt csinálom, amit az elmúlt 150 évben csinált mindenki. Táblán áll a tanár, gyerek ül, és unott arccal. Diktál, ebben, jegyzete. Nem, ezt el fog menni mellettünk a világ. Ez már nem így működik, hogy állok a tanárnál, diktál, a gyerek megírja. Ez dögulalom. Ebben egyébként szerintem van igazság, amit mondasz, de ez nem arról szól, hogy a tanár konzervatív, vagy nem tud haladni együtt a korral, hanem egyszerűen szerintem attól fél, hogy nem tudja az egész tevékenységet kontrollálni. Tehát az, amikor be van kapcsolva egyszerre a 30 darab okostelefon a teremben, akkor a tanár nem tud körben menni és mindenki megnézni, hogy egyébként nincsen benne a gyerek valamilyen chat szobában, vagy nincsen benne valamilyen közösségi háló, hogy nem kap valamilyen üzenetet, ami a haverjától, aki egyébként két sorral hátrébb van, stb. Tehát, hogy attól félnek, hogy az egészet nem, hogy abban a pillanatban a diákok nem csak a tanulásra fordítják az időt, azért... az energiát, és nem csak arra használják a telefont, hogy tanuljon. Ezért tartanak tőle. Én nagyon támogatom, én minden ilyet nagyon támogatok, mert azt gondolom, hogy a mesterséges tiltás, a lassítás az azt eredményezi majd, hogy digitálisan, totálisan analfabéták lesznek a mi diákjaink, úgy jönnek föl, hogy ezeket nem tudják használni, vagy csak a rossz oldalát használják, függőségi viszonyuk van, de közben értelmes dolgokra nem tudják használni, igenis tanulják meg, hogy milyen applikációknak. Ez a kísérlet nagyon érdekes volt, letöltöttek nekik például olyan applikációkat, amivel mobilok segítségével különböző kémiai kvízeket tudtak kitölteni, állítólag baromira élvezték a diákok. Ez biztos, hogy kiderült, hogy tudod megnézni például, hogy a nemzetközi űrállomás hol van most a fejed fölött, és egy ilyen biológiával egybekötött csillagászati órán 30 gyerek figyelte a mobiltelefonján, ahogy az ISS elhalad fölötted, és megtanultak különböző csillagászati programokat letölteni. Ez jó, ez a program. Gyerekek, hát ez szenzációs. Ez a program mind a kettőnknek megvan, neked is, és nekem is. Nekem én folyamatosan mutatom a mennek, hogy ott az ISS. Oké, azért, mert 30 éves elmúlt, vagy 40 éves elmúlt férfiként már erre rácsodálkozunk. A gyerekemet is érdekli ez, megnézem, csak utána azt mondja, hogy oké, nem tudjuk-e bekapcsolni az Angry Birds-et, vagy mit tudom én. Igen, de ez... Érted? Tehát az a baj, hogy az gyerek, a gyerek egy darabig fogja ezt csinálni, utána elmegy másik irányba. Ha olyan eszközt adnál neki egyébként, amire van példa, ami csak arra alkalmas, akkor marha jó lenne. Mint például van egy csomó digitális tábla ma a magyar közoktatásban, amit tudod, miért nem használnak? Azért, amit te elmondtál. Mert a tanár nem fogja megtanulni a digitális tábla kezelését. Marha jó dolgokat lehet vele csinálni. Behúzol bejátszásokat a nagy táblára, nem úgy írsz rá krétával, érted? Én ezt nagyon nem így gondolom, hogy kialakul a függőség. Tudod, mitől alakul ki a függőség a gyerekekben? Elmondom neked. A függőség az mindig abból van, hogy valamit nem ismersz. A nem ismerés pedig abból van, hogy ugye függőség alakul ki, hogy félelmed lesz, hogy rosszul használ. Tehát a függőség az azért, a függőség az bizonyos félelmeken is alapulhat. Érted, hogy mit mondok? Tehát arról szól, hogy én rosszul használok valamit, és az internet egy oldalától függök a Facebooktól. Ha én megtanulok, tehát a nem ismerésből alakulhat ki például függőség. Ha én megtanulom jól használni, értelmesen használni, alternatívát látok, kapok a tanártól, akkor lehet, hogy valamit izgalmasabbnak és érdekesebbnek gondolok, mint egyébként az, hogy folyamatosan a Facebookon lógjak. Érted? Igen, tehát, de ha hát valamit tiltok, megfelelő irányba fog elmenni. Mindig, a baj mindig abból van, hogy valamit tiltok, amit tiltok, azt nem ismerem, ha nem ismerem, rosszul használom, ha bevonom, tanítom, integrálom, akkor egész egyszerűen a gyerek is kap alternatívát, és nem csak azt, hogy az a legjobb, hogy Facebookozom. De ezt hogy éred el, bocsánat, hogy fogod elérni azt, hogy mondjuk tényleg abba az irányba menjen a gyerek az eszköznek a segítségével, amit te akarsz, amikor mindannyian nyilvánvalóan tisztában vagyunk vele, hogy két kattintással a gyerek olyan oldalakra mehet fel, meg olyan applikációkat tölthet le, meg olyan videókat nézhet meg, amiket marhára nem akarunk. De a gyerek így is Facebookozik. A gyerek így is fönt van a telefonon, a gyerek így is ül a laptop előtt, érted? Hát de ez olyan jó, hogy még többet fogod tűnni. Így van, ezért jó, hogyha amikor becsengetnek, kikapcsolhatod vele a telefont. Uh-huh. Hát szerintem izgalmas, érdekes órákat, olyanokat, amik mondjuk a gyereknek a figyelmét lekötik, azt ezerféleképpen lehet. Azért erre vannak törekvések, érted? Én mindig imádtam például azt, annak idén is, és szerintem ez nem az ősküvületek nagy régi, hogy hívják, poros, mohos történet, de tényleg, amikor mondjuk kimentünk az
osztályteremből, és mondjuk egy biológia órát kint tartottunk az iskolaudvaron, körbe mentünk, megnéztük a fák, és beszélt róla a tanár, és úgy beszélt róla, na, hogy felkeltette az érdeklődésemet, és hogy izgalmassá tette a tananyagot, és nem csak egyszerűen leadta. Én minél hamarabb vonnám be őket, és minél hamarabb tanítanám meg, hogy ismerd, használd jól, tudd, hogy milyen veszélyek leselkednek rád, a jó oldalát tanuld meg, és ne a rossz oldalát tanuld meg. Igen, ha már függő vagy, mert így is úgy is függő vagy, akkor használd azért jó dolgokra, miből lehet baj, miből nem lehet baj. Tehát, hogy a tiltás, na, az mindig a lehető legrosszabb. Tehát, ezzel már el is indítottad arra, mondom, van egy 15 éves lány ismerősünk, a béka barátnőjének a lánya, gimnáziumba jár a fiatal hölgy, aki gyakorlatilag éjjel-nappal, tehát ő konkrétan függő, telefonfüggő, és próbáltam én magam is rávezetni arra, hogy figyelj, van egy csomó jó oldal. Azt nyilván szabályozni kell, és ebben tök igazatok van, hogy nem. Ott lóg rajta. De ott szabályozni rajta kell. De attól, hogy a gyerek az órán használhatna majd valamit izgalmasan, persze ez az kéne, hogy wifi legyen, ez az kéne, hogy mindenki zsebébe ott legyen már a telefon. A szülő felelőssége, hogy otthon a gyerek ne egész nap a gépen üljön. Brutális addikció. Tehát én látom tényleg a Benin, odaadom neki egyszer a telefont egy 10 percre, hogy gombfocizzon egyet, mert valamire várni kell a gyerek, 3 napig könyörög utána, brutálisan rákattannak. De ha nem csinálsz más, csak tiltod, akkor ezzel elmegy, szerintem nagyon nem elmegy. Tiltod. Nagyon ha elmegy mellett. Ha mondjuk azt meg lehet oldani technikailag, hogy csak azt az applikációt használhassa abban a pillanatban a telefonon, hát ez szabályozottan működhetne akkor, jól. Akkor így már lehet vele valamit kezdeni. Így például szimpatikus, így működhetne a dolog. Na mindjárt felhívjuk a kutatások a vezetőjét, akik egyébként uniós pénzből végezték el ezt a kísérletsorozatot, és szerintem benneteket is meggyőz, hogy lehet azért ennek jó oldala is. Tehát, hogy nem biztos, hogy azonnal a félelmeknek kell előtérbe kerülni, és ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogyha értelmesen adod a gyerekek kezébe irányított módon, felkészült tanárral, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek egyébként azzal az órán ott nem foglalkozik, hazamegy, és még 6 órával többet facebookozik majd. Tehát, hogy van jó oldala is. Van jó oldala is. Ennek, hát nézd meg a skandináv országokat, nézd meg, ahol erre azért sokkal több pénzt fordítanak. Hogy milyen fejlődést érnek el, és hogy használják a gyerekek a digitális világot, és hogy használják az internetet, és találnak meg rajta dolgokat. Elképesztő. Hát ma már erről szól, ma már nem a lexikális tudást kell megtanítani a gyereknek, és az oktatási rendszerünk még mindig itt tart, ebben hogy lexikális tudást ma már azt kell megtanítani a gyereknek, hogy hol találod meg, nem azt, hogy fejből tudod-e, hogy mi történt az elmúlt 1000 évben, hanem hol találod meg, hogy mi történt ebben, az elmúlt ezer évben. Csak az kell egy általános műveltség, így van. Kell, én ezt értem. Az írás tudását, például a kézírás tudását, az nem lehet. Az biztos, hogy nem vehetik ki, mert nem fogják, nem fogják, szükség van egyszerűen. Érted, az agyi fejlődésnek ez egy nagyon fontos szegmens. Azt nem fogják, de én azt gondolom, hogy nem annak a függvénye, mondjuk, hogy egy óra mennyire izgalmas, vagy mennyire érdekes egy diák számára, hogy van-e kütyű, vagy nincs kütyű. Az a probléma, az a probléma, hogy már otthon a szülő nem foglalkozik a gyerekkel, hanem azt mondja, hogy itt van gyerekem az okostelefon, vagy a tablet, vagy a kis számítógéped, ezen te nézel. És a szülőt egyébként egy perc alatt meg fogja vezetni, mert lehet, hogy a tanár nem engem tudja, már de... megvezet a panyesz, hát ne szórakozzál már a számítógépe, azt sem tudom, merre vagyok már. Ő meg igen, ez az én hibám, ebben igazad van, nekem kéne menni. De ha még az iskolába is azt megengedjük, hogy jó van, akkor garázdálkodjál a kis okostelefonodon, drágám, akkor minden fórumot elvesz. Amikor már így is családtag a telefon. Minden egyes olyan fórumot elvesztünk, ahol normális okításnak lehetne ezt nevezni, az elveszlik. A maga a technikai eszköz beemelése, az tök jó. Igen. Az tök jó, csak nem ilyen formában. Hogy bármit csinálhattok rajta, tessék, menjél föl. Mert képzeld el, 30 diák közül az utolsó 3 hátul, akit a tanár már nem is lát, az utolsó 3 hátul, az azt mondja, hogy hát akkor csak felszadok a Facebookra, megnézem, hogy a haverok igen, mit csinálnak. Konkrétányosabb Viber-eznek a biológia óra helyen. Nekem ez a bajom. Ha olyan a technikai eszköz, ami csak arra alkalmas, hogy a biológia órán a biológiai akkor tesztet kitöltsük meg, amit tudom én, mit bemutassunk rajta, akkor tök jó. De akkor itt elengedhetetlen a tanároknak a képzése is ezen a téren. Pontosan, mint ahogy egyébként most már egy csomó iskolában van digitális tábla, és nem használják a tanárok, vagy nem mindenki használja. Így van, mert sajnos fordítva rakták fel a falra. Csatlakozókkal nehéz bármit is kezdeni. Igen. Na, megkérdezzük gyorsan akkor a kutatás vezetőjét, hogy mit mondanak. Szerintem érdekes. Érdekes a dolog. Itt van Szilvia már is a vonalban. Ha minden igaz. Szilvi. Szilvi, hello, jó reggel, ciao. Hello, Szilvi! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Hello. Na, jól mondom, ugye, hogy ez egy uniós kutatás volt, és ez az M-learninget, vagyis a mobil alapú tanulást tanulmányozta tulajdonképpen, vagy erre vonatkozott a kísérlet?
Így van. Arra vállalkoztak itt tanárok, hogy beviszik a mobilokat szervezett módon az órára, és bemutatják azt, hogy hogyan lehet értelmesen jól használni a suliban. Na, ugye itt nagyon sok, nem tudom mikor kapcsolódtál be a műsorra, hogy mióta hallgatsz bennünket, itt nagyon sok félelem felmerült elsősorban a fiúk oldaláról, mert hogy én ezt baromira támogatom, de hát azt gondolom, hogy sajnos ettől még fényévekre vagyunk, hogy ez valójában működjön. De ugye itt a figyelemzavar, a facebookozás, a renitenskedés, a függőség felmerült. Rögtön ezekről is beszélünk, csak nézzük meg, hogy konkrétan hogy zajlott a dolog. Tehát odaadtátok a tanárnak, a diákoknak, akik mondjuk egy biológia órát tartottak mobiltelefonnal? Így van. Az volt ebben most tényleg a kuriózum, hogy összefüggő órák voltak tartva mobillal, és olyan módon, hogy a saját tanáruk tartotta nekik. Tehát nem az, hogy kívülről bejött valaki, aki megmondja, hogy hogyan kellene, hanem együtt próbálták felfedezni, hogy hogyan lehet ezt jól használni az oktatásban. Hát ez sok tanulság összegyűlt, amiből egy kiadványt készítettünk. Ez már egy egyéves, másfél éves kutatás. Úgyhogy eléggé sok mindenki kristályosodott ebből tanulságként. Mi derült ki számotokra? Hogy zajlott egy óra? Nézzük ez egy konkrétan. Tehát mondjuk egy kémia óra, vagy egy biológia óra. Bement a tanár, fogta a telefont, jöttek a diákok, ők is bekapcsolták. Igen, hát mivel egyforma telefonokon kellett dolgozniuk, pont azért, hogy ne legyenek fennakadások az órán, egy kicsit művi helyzet állt ezzel elő. Így a tanár kiosztotta a telefonokat, és mindig szólt, amikor erre az eszközre szükség volt. Tehát sokszor azért a tanárok nem akarnak IKT eszközöket használni, és számítógépterembe áttenni az órájukat, mert hogy éppen csak egy 2-5 percre szeretnék az eszközöket használni. Pedig akkor vették elő, amikor éppen sorra került, akkor nyúltak hozzá. Olyanokat kell elképzelni, hogy akkor egy feladatot annak segítségével oldottak meg, hogy abban volt egy applikáció. Jobban tudták megszemlélni például a molekula modelleket, vagy a növényhatározást nem papír alapon csinálták, hanem egy alkalmazás segítségével. Uh-huh. De bocsánat, hogy lehet jobban megszemlélni mondjuk egy molekulának a modelljét egy okostelefon képernyőjén, mint mondjuk egy digitális táblán? A kezében volt a diákoknak, jól látták, tehát hogyha 35 fős osztályokról beszélünk, akkor az interaktív tábla hát eléggé messze van az utolsó padban ülőktől. Manipuláltak vele, 3D-ben látták, maguk forgatták, tehát nem voltak kiszolgáltatva vagy ilyen frontális osztálymunkának, amikor a tanár beszél, nekik meg kellene érteni. Azért értem, hogy most még egy ilyen kezdeti stádiumban van ez a dolog, de ugye ezért ez egy elég művi helyzet, főleg ha abból indulunk ki, hogy mondjuk egy osztályon belül nyilván vannak, mit tudom, iOS-osok, vannak androidosok, kinek ilyen telefonja van, kinek olyan telefonja van, kinek nyilván képes 3D-re. Tehát ez egy kísérlet még, gyerekek, hát ez még nem egy kiforrott dolog, hát ez egy uniós kísérlet, majd 100 év múlva minden iskolában lesz wifi, meg mindenkinek lesz egy olyan telefonja. Nem érdemes belemenni, hogy hány iOS-os meg androidos volt, mert nem ez a lényeg, hogy működik, szeretik, használják-e, hát most még persze, még hányfajta telefon, 3G, nekem nincs 3G, csokom, nekem lemerült a kártyám, csokom, wifi, hát, nincs kódot, nem kapok, nem kapsz kislány, mert nincs wifi az iskolába, tehát egy csomó buktatója van, ez most csak a kísérlet a lényeg, hogy egyáltalán működött-e, vagy szerették-e a diákok? Igen, tehát vannak ilyen hát mondatok, hogy ez fényévekre van innen, de azért érdemes így belekóstolni, tehát anélkül, hogy nem tudnánk, mindig csak ilyen kifogásokat emelünk, hogy ez sincs, az sincs, így nem igazán gyűlnek tapasztalatok, hogy mire kell számolni akkor, amikor tényleg itt van minden, és van egy ideális helyzet. Mondjuk ezért tenni kell. Tehát, hogy sok helyen nem volt, és aztán azóta azt mondták, hogy hát akkor alapítványi pénzből például beruházunk tabletekre, és akkor folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Az ilyen felvetődő kérdésekre, mint például a függőség, erre mit tudtok válaszolni? Még nyilván voltak a tanárok is olyanok, akik szkeptikusak voltak a kezdeményezéssel kapcsolatban, és ők is szintén felemelgették például az addikciót. Aha, hát vannak olyan diákok is, akik meg amőba függők, tehát igazából pont arra akartunk példákat hozni, hogy hogyan lehet értelmesen használni a telefonokat. Tehát nem arra, hogy most órán Facebookozzanak, hogyha jól szervezi a tanár az óráját, akkor erre egyszerűen nincs idő, nem fér. Az amőba egy logikai játék, és fejleszti a gyereket a Facebook meg a függőség. Jézusom, ne legyetek már ilyen taták. Nem vagyunk taták, csak itt a Facebook ellen nem lehet behozni az amőba. Nem hozhatod be a Facebook ellen, nem hozhatod be az amőbát. Nem jön a pokol. Amőbázol, legalább gondolkozott. Legalább az egy logikai játék.
torpedó. Így lövök torpedóval. Ha viszont Facebookozol, pokolra kerülsz a gyerekhez. Riskentődé. Jó, hát így hozzátartozik, hogy egyrészt voltak ezek, hogy jobban szemléltetnek a telefonok, illetve lehet vele valamit csinálni. Tehát ez volt szerintem egy ilyen nagyon nagy varázs ereje a telefonoknak, hogy a gyerekek azt érezték, hogy kezükben van egy kis kontroll. Persze ez bizalom kell, hogy ne Facebookozzanak, és ne szervezzék szét az órát, de örülnek ennek a kis felhatalmazásnak, hogy most én csinálok valamit. Persze, abszolút egyetértek, és nem ez leáldozott, ez a tanár áll a táblánál, és 30 figyelemzavaros gyerek próbál lekötni, tehát a mi gyerekeink annyira digitálisak már, és annyira szétszórt a figyelmük, és annyira máshogy kell őket megfogni, kommunikálni velük, lekötni, tehát ezek kimegyek, és a kovalens kötés, pisztike! Nem, mert várjál, mert kovalens kötés, így is fognak beszélni, csak így is, de annyira máshol tartunk már, hogy ha ezt nem mérjük fel, akkor gyerekek évezredekre lemaradunk mindenkitől. Mindenkitől. Igen. Ez már nem, ez már nem működik. Kértünk hasonlatokat, hogy miért hasonlítanák azt, hogy most itt ami történt ezekkel a mobilos órákkal. A kedvenc hasonlatunk az az volt, hogy úgy érezték magukat, mint egy cipőboltban, mert hogy csak akkor kérték a tanár segítségét, amikor valóban elakadtak, különben meg a mobiljukon dolgoztak, és így egész órán tevékenyek voltak. Például ki nézi azt, hogy amikor egy feladat megoldását a mobilodon csinálod, nem ugrasz-e föl a Google-ra, és nem googlizol-e rá a megoldásra? Ki fogja figyelni? Hát, hogy egy tanulási folyamatról beszélünk, Jézusom, ki figyeli azt, hogy puskáztál-e vagy nem? Az elmúlt száz évben ki figyelte, puskáztál, ugyanúgy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogyha izgalmasan mutatod meg neki, akkor nem azon fog gondolkodni, hogy puskázod a csibész. Akkor is puskázott, most is fog, és 5 éve is puskázott, hanem lekötöd a figyelmét, és megmutatod neki valami már. Megírta a puskát, ami puskát és fiam, addig tanulsz. Jézus Isten, akkor Isten, ahhoz megyek. Jézus Istennel, jöhetsz nekem, Jézus Isten. Ne, a puskát író ember a tanul, a googlizós ember nem tanul. És azt is képzeljétek el, hogy a Google-is eredményeket, hogy azokat találja meg, amiket kell, ahhoz is kell egy kis ügyet. Kiderült, hogy digitálisan analfabéták vagyunk. 3 hónapja beszéltünk egy olyan tesztről. Nem tudta, hogy hol keresse, nem tudta, hogy hogy keresse. Nem tudta megtalálni az interneten a magyar diák, mert fingja nem volt, hogy kell használni az interneten. Lehet a jó oldalát is nézni, de lehet azt is nézni, hogyha képzedőket bevonod ebbe a világba és tanítod, akkor 10 év múlva nem lesznek totálisan analfabéták. Teljesen is maradunk le még jobban mindenkitől. Hát ez, de a Google ki fogja puskázni. A ravaszt Pistike hátul, így is, úgy is kipuskázza. De amit puskát írtál, hagyományosat tanultál, tudod, közben. Igen, az, mennyire tudtátok vizsgálni, hogy mennyire marad meg ez a tudás? Mert ugye az ember lexikálisan ezt megtanulja, akkor azért valamennyi nyilván megmarad. De ott van a kezében, hát ezek már ilyen utólagos vizsgálatok, nyilván nem biztos, hogy volt rá lehetőség, hogy mennyire maradt ez meg bennük. Néztétek, vagy erről szólt a vizsgálat? Volt erről a vizsgálat, de sokkal, sokkal értékesebbek voltak azok az adatok, amik azokra a konkrét tapasztalatokra vonatkoztak, hogy ők akkor most a saját tanulásokkal kapcsolatban mit tanultak. Tehát azzal kapcsolatban mit tanultak meg, hogy az internet hogyan állhat az ő rendelkezésükre akkor, amikor tanulnak. Tehát ez most egy nagyon szűk vizsgálat volt ahhoz, hogy ezt mondjuk, hogy ó, hát a mobillal sokkal könnyebben megtanulják, viszont az arról már vannak kutatások, hogy ezek a mobilok olyan munkaformákat támogatnak, mint a csoportmunka például, egyéni munka, amiben biztos, hogy sokkal jobban hát megmarad a tudás, nem, ha nem is pont az a spektrum a tudásnak, ha nem is minden, amit a tanár számon kér, de biztos, hogy szeretenként saját élménye van a tanulásról. Igen. Hát igen, meg hogy kell csoportban dolgozni, hogy kell valamit megtalálni. Meg hogy pálkozni csata, Wikipedia, Ctrl-C, Ctrl-V, kész is vagyok. Meg vagyok. És ráadásul hülyeség, mert ugye lehet, hogy a Wikipédiát valaki rosszul írta. Így van, hiszen olyan szóciket gyakorlatilag bárki készíthet. Na, tessék, most gyere. Hát ez egy ilyen demokratikus dolog, ugye ez az internet. Nem tudok. Hát ilyen. Ugye ezt meg kell lenniük rajta, abban is, hogy jól megválogassák az infókat. Démonizálni annyira nem érdemes. Na megint a démonok. Féljenek tőle, hát igen. Nem azért mondom, hogy az első órában is. Igen. Igen, a tanároknak túl kell lépni azon, hogy az internet tele van hülyeséggel is. Hogy nem. Hát ha ennyit mondanak csak róla, de a gyerekeknek a nagy része csak itt keres. Tehát nem fog leülni a könyvtárba, bemenni a levéltárba, kikérni az adatokat.
ettől már nagyon messze vagyunk. Viszont ha ez az elsődleges infóforrás, akkor muszáj valahogy ránevelni arra, hogy hogyan tájékozódjon. Hát ilyenkor a hiteles forrásokat el kell mondani a tanárnak, tehát neki kell jelezni, hogy hol találják meg egyébként azokat az információkat, amiket hasznosítanak, megfelelnek a valóságnak. De egyébként azért ez magával vonja azt is, hogy a tanárokat külön kell képezni. Így van. Hát hogy nem? Tehát, hogy azért az egy egyszerű történet. Hát hogy nem, milyen jó lenne, ha lenne erre képzés, hogy ahhoz, mert a tanárok is azért, ne tedd el fiam, mert nem értek hozzá, hanem pontosan tudná, hogy mit kell megtanítani. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy párhuzamosan újabb reformokkal lenne szükség, mert a tanárok így is túlterheltek. Mutatom, mi a jövő, itt írja a hallgató, 5 éves fiam szerint az nem egri csillagok, hanem engri csillagok. Látod, ez tönkre most van vége ennek a beszélgetésnek. Most vetünk véget ennek a beszélgetésnek. Köszönöm, hogy itt voltál. Drukkolunk, hogy sok ilyen program legyen, és nagyon, én nagyon támogatom, hajrá. Célszerűen, okosan, észszerűen, ellenőrzött formában, az tök jó lenne, ebből sok lenne. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönjük, Szilvi, hello. Elmegyünk hírezni egy picit. Ákos ír a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy uniós kutatásról beszélgettünk a hírek előtt, ami érdekes lehet, és nagyon sokan írnak nekünk különböző vidéki Budapesten kívüli iskolákban, mert azt sem merem mondani, hogy vidéki, nehogy abból is értődés legyen. Hogy, hát ahogy te mondod, úgy lehet is. Nem tart itt az oktatás, és hogy mit gondolunk erről, és hogy rengeteg embernek és családnak nincs okos telefonja és gyereknek. Higgyétek el, ezt mi pontosan tudjuk, de ha foglalkozunk egy témával, az nem azt jelenti, hogy azért, mert erre nem kérdezünk rá, mi ezzel ne lennénk tisztában. Ez egy kísérlet volt, ez megjelent, ezt lehozták újságok, ezzel kell foglalkozni. Pontosan ezért, hogy majd később 5-10 év múlva mindenki kezébe ott legyen. Ha a gyerek kezében nincs ott, ott lehessen majd az iskola kezében, mert nagyon sok olyan iskola működik egyébként külföldön is, ahol már ugye tableteket adnak a gyerek kezébe, de nem biztos, hogy neki otthon erre van pénze, megkapja, megtanulja használni. Tehát, hogy én nem értem azon hallgatóinkat, akik azt gondolják, hogy miféle diszkriminatív megszólalás ez, mert hogy egyébként rengeteg gyereknek még csak okostelefonra sincs pénze. Mi ezzel pontosan tisztában vagyunk, higgyétek el. Azért kell az ilyen kutatásokról beszélni és az ilyen lehetőségekről, mert hát, ha egyszer majd mindenkori kormányunk azt gondolja, hogy ölünk az oktatásba, adunk az iskoláknak és a vidéki iskoláknak is okostelefont, PC-ket, tabletet, és megtanítjuk a gyerekeket használni, mert volt egy ilyen kutatás, és kiderült, hogy jól használják. Tehát higgyétek el, hogyha nem vagytok benne egy-egy témában, vagy a ti gyereketeknek nincs okostelefonja, akkor ne az legyen az első reakció, hogy felhúzzátok magatokat, és átkapcsolunk már, hogy diszkriminatív, és még enni sincs pénzünk. Tudjuk, hogy az ország milyen helyzetben van. De hát, ha egyszer tételezzük föl, hogy leszünk olyan helyzetben, hogy több pénzt tolnak az oktatásba, és minden iskolában alap lesz majd 50-100 év múlva, utopisztikus tudom, hogy van 30 darab tablet, van internet, van wifi, van egy előfizetett ellenőrzött tartalom, és a gyerekek ezt meg tudják használni. Ezért kell erről beszélni. Nem tudunk olyan dolgokról beszélni csak ebben a műsorban, ami mindig mindenkit mindenhol egyformán érint. Nem így zajlik a műsorkészítés, nincsenek is ilyen témák. Van, amiben érintettek vagyunk, van, amiben nem. Hagyjuk a paranoiát. És azt, hogy most azokat találtuk meg, akiknek erre nincs lehetőségük. Pontosan tudjuk, hogy a legtöbb gyereknek nem, hogy okos telefonja sincs, a legtöbb gyerek sajnos ebben az országban örül, ha hát naponta most mint 3-4-szer tud enni, és 300 ezer gyerek imádkozik, hogy hétvégén legyen otthon étel, mert egyébként pénteken eszik utoljára melegételt. Higgyetek el, tudjuk, de ugyanakkor azért kell ilyen témákkal is foglalkozni. És azzal is foglalkozunk, azzal a témával. Azzal is foglalkozunk, így van. Tehát muszáj ezekről beszélni, ez egy jó kísérlet, hasznos kísérlet. Persze mindenkinek pro és kontra van véleménye, ez nem baj, de nem felejtjük el azon hallgatóinkat, azon szülőket, azon gyerekeket, akiknek nincs okos telefonjuk. Lehet, hogy majd egyszer egy olyan iskolába fog járni, ahol viszont már alapkövetelmény lesz, hogy az iskolának legyen 100 darab ilyen szerkezete. Nem? Ha nem csináljuk meg, végérvényesen lemaradunk. Na nézzünk egy-két hozzászólást, nagyon sok van. Pro és kontra. Csak hogy mennyire máshogy gondolkoznak a hallgatók. Klónozd magad, Bali, köszönöm a véleményed. Végre egy jó kezdeményezés az oktatással kapcsolatban. 19. századi tananyagot oktatunk 20. századi eszközökkel a 21. században. Mi lesz így a felnővő új generációval? Ez az utolsó pillanat, hogy ne szakadjunk le végérvényesen. Szuper a műsor. Egyik vélemény. Másik vélemény. Feri, Jani, egyébként is szellemileg ti adjátok a műsor szellemi vázát, de ma még nagyobb a nőtetek a szememben. Anna küldte nekünk. Köszönjük, Anna. Jogos. Jani és Feri olyan maradi, hogy kőbunkókat adnék a kezükbe telefon helyett. Tegnap este ott egyetértek Balázsral, azt hittem a fiam angol tudás helyett játszik a telefonon, figyeljetek, majd kiderült, hogy az osztály letöltött egy applikációt a tanár támogatásával, felvitte a tanulandó szavakat, és ezt használva időről időre
játszva használják, hogy élvezze a tanulást. Tanult a fiam, és már a gyorsaságra ment. Az órán senki nem használta másra a telefon. 17 éves srácokról van szó. Ott kezdődik egy hogy az iskolában a rendelkezés álló technika a projektor égő hiánya miatt évek óta csak porfogó nem működik. Tehát, hogy milyen állapotok vannak. 21. században vagyunk, kontrollálható, mit érhessenek el, milyen eszközökön. Ez a munkám, ha érdekel, hívjatok föl. Nyilván be tudod állítani, hogy mi legyen elérhető, és mi igen, legyen. Igen, de ebben nyilván ez is írja egy szakértő, így egy van. Szakember. Áldom az eget, hogy nem Jani és Ferei gyerekeként születtem. Részvétem. Hathon is. Csak hogy tényleg, hogy kontra, mert minden van. Hát a lányom nem tűnik olyan elégedetlennek. Balázs, te legalább látod a lényeget, és a gyerekei tudni fognak veled sok mindenről beszélni. Nem gondolom, hogy a Feriékkel ne tudnának. Igen, írt egy hallgató. Szeretném egyébként, hogy nem Feriznél meg Janiznál minket, mert hogy egyébként a két megszólás között most Feriben megalakítottuk az Abakusz Egyesület. Abakusz! Internetfüggő vagy, Balázs, miért akarod, hogy mindenki a telefon világában éljen? A mostani emberek a saját szabadidejüket is arra áldozzák, hogy te telefon nyomkodják, egy beteges rossz ország lesz, így is alig mozognak a mai fiatalok, üdvasi. Hát ilyenkor keseredek el leginkább, hogy valakinek csak tényleg ennyi megy át, hogy én azt mondom, hogy éjjel-nappal nyomkodjátok, attól okosodtok. Hát szerintem azért próbáltuk ezt a témát kicsit jobban kibontani. Énkor tényleg sajnálom. A Genfben a gyerkőceink 12 és 14 éves saját iPadjük van, amit az iskolában kaptak. A suli kontrollálja, hogy milyen tartalom van rajta. Mindenki házit ezen keresztül kap már. Higgyétek el, teljesen jól működik, Brian küldte nekünk. A lányom diszlexiás, évekig jártunk fejlesztésre, de kevés eredménye volt, akkor változott a helyesírás, amikor megvettük a laptopot és elkezdte használni, most már én kérek tőle segítséget. A tévéfüggőség sokkal nagyobb probléma, ami a felnőttek 80%-ára igaz. Olyan technikák vannak, amiről halvány segéd fogalmatok nincs, egy etikus hacker küldte nekünk ilyenkor ebben az SMS-ben, a segít, ha leírod azt a technikát, amiről fogalmunk nincs. Az sokkal jobbféle hozzászólás, és tartalmasabb is, de köszönjük szépen. Ha ez jól esik neked, akkor felnézünk rád. Sokszor sajnos szivacs, WC-papírra sincs pénze az iskolának, nem hogy okos telefonra, jó lenne haladni a korral, de ez tőlünk még sajnos távoli kisúg, ebben is tökéletesen igazatok van. A Ferének annyira igaza van a témában, hogy szimpátiából azonnal lecseréltem a telefonom háttérképét egy tokaszalonna fotóját. Erről van szó, Bogi. Köszönöm. Igen. Bogi küldte nekünk. Gondolkozzatok a gyerekek agyával. A mai világban nem köti le őket egy gagyi videó vagy egy játékos feladat, amikor sokkal érdekesebb, látványosabb videókat nézhetnek meg, és játékokat játszhatnak. Írja egy hallgató. Igen, de ez megint a virtuális valóság kontra igazi valóság, vagy a valóság kérdésköre, ez megint egy másik téma, mert ott is azért vannak veszélyek. Igen. Abszolút, teljesen egyetett Balázsa, amíg olyan tanárok vannak, akik kijelentik, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy számítógépen kell dolgozatot írni, nyugdíjba megy, amíg ilyen begyöpösödöttek, addig nem nagyon fogunk tudni mit csinálni, bármiféle digitális eszközt akarnak behozni az iskolába. Há, Peti küldte nekünk. Feri, te nem amőbáztál a hátcsopatban óra alatt? Apád mégsem mondta, hogy tiltsák be a kockás papírt az iskolába. Mert az a logikát erősítette, tudod? Az a logikát erősítette. Igen. Finországban jártam iskolába, magunktól jöttünk rá, hogy értelmes dolgokat csináljunk a kell, mert hagyták a tanárok. Persze nyilván az első évben ment a hülyeskedés, aztán ez megváltozott, ezt Haki küldte nekünk. Palatáblát, palavesszőt mindenkinek. Igen. Mondok egy jó hírt, én tanítóképző főiskolára járok, és komolyan tanuljuk a digitális tábla használatát, azon végrehajtható feladatok kivitelezését. Határtalan kreativitást ad a pedagógusoknak, higgyétek el, szenzációs. Kriszti küldte nekünk. Balázs, 14 éves lányom mindent egy kézzel csinál, mert a másikban a telefon van, 10% alatt van az akúja, kétségbe esik, mi ez, ha nem függőség, ez valóban az. Valóban az. Istenem, valóban 10%. Az. Lemerülök. Valóban az. Ez egy nagyon nagy harc szerintem minden szülőnek, igen, hogy tiltsd, meddig enged, mennyit engedj, hát hogyne, hogyne. Persze. Figyeljetek, nem a telefon ellen vagyunk, tehát, hogy ha értem, hanem az Abakusz mellett. Hanem az Abakusz Egyesület mellett. Így van, minden magyar háztartásban legalább egy sertést is az Abakusz mellé. Tisztuljtok, közgyűlésünk végig. Olyan jó, hogy te itt vagy nekem. Én néha annyira magányos vagyok. Néha annyira úgy megyek haza 10 után, hogy olyan magányos vagyok 4 óráig, hogy... Jelen van az elnök Vadon János. És a szimpatizások. És az írnok Zsül. Fonnyit ki, Anna. Zsül nem az írnok, Zsül velem van. Ja. Ő egy digitális fiú. Na, mutatjuk a beugrót, köszönjük az SMS-eket, szeretjük az ilyen témákat, ami kicsit mindenki felhúzza magát, kiokta, véleményt ír, 4000 karakterben küld el engem, vagy benneteket. Jó, kell néha egy kicsit vitatkozni. Na, mutatjuk, hogy mi a beugró, jó? Figyelje mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz.
Mindegyiket játszunk. Sokszor. Úgyhogy könnyű. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mit hallottatok, mi pedig jövünk Julival a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kapunk egy nagyon helyes SMS-t. Lehet, hogy egy Nostradamus jóslat, nem tudom. Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a beszéd, a nemzetre egy talányhoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak, hazug mozgó képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek. Oh! Istenem, de igaz. Jó, tetszett. Megkaptuk esemetbe. Köszönjük de szépen. De nem Nostradamus, Notre-Damus. Nem felejtsd. Notre-Damus, így van. M5-es autópálya újonhajtjáni kihajtónál kint van a kamera Szeged felé. Abdul küldte nekünk. Kerecsend és Kápolna közt trafi és közúti ellenőrzés van folyamatban. Csini rendőrbácsik dolgoznak. Adri küldte nekünk. Ez a 25-ösön van. 84-esen Sopronkövesden Sárvár irányában rendőr asztrában van lézersó. Ezt Gergő küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki menjen óvatosan. Kistarcs M0-ás körben Érdig jól járható szélvédős Feri üzente, Kiskulacházán mindkét irányból mérnek az 51-es után. 51-es úton 37-esen Tolcsva előtt háromlábú és lerobbant kisbusz veszteg el Székesfehérváron, a Seregélyesi úton nincs elakadás, háromszög csak áll, és ezért figyeljünk rá oda. Engem most csak egy gondolat foglalkoztat. Mit csinálhat ebben a pillanatban Istváné néni? Írja meg nekünk Istváné néni, hogy mit csinál. A pécsi kapcsolatunk, gyerekek, de szép volt ott a parkolóban, és mindent tudott, és megmondta a Stifolder töltését. Na látod, ő neki nincs okos telefonja, az milyen boldog az élete. Tölti a Stifoldert. Tölti ezt, az mi is tölthetnénk, ha mennénk vele. Ezért szerettem őt. Vajon mit csinál most? Vajon hol van? Smokkencs mit csinálhat? Ebben a pillanatban. Ali Frazier hol van most? Most mit csinál? Smokkencs most mossák slaggal valószínűleg. De szerettem őket. Nagy karakterek voltak, igen. Jó fejek voltak. M1-es György felé 87-es Kavicsnál a Hidról rendőrautóból tájképfotózáson, úgyhogy mindenki vigyázzon. Na, Julival folytatjuk. Ugye? Kedvem? Elméletileg így van. Julival folytatjuk, már itt is van. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel. Sziasztok, srácok. Szia. Hogy vagytok? Régen találkoztunk. Jó. Tetszik a pulóverem? Hát kicsit nagy is, de jó. Nem, nagy is. Úgy tudom, azt hittem, nagy is. Nem. A gyerekek azt mondták, karácsonyfának költöztem. Van benne valami. Zöld. Julin egy zöld, ilyen kicsit ilyen denevér, szárnyú, háromnegyed ujjas, kicsit kiszakított, néhány helyen lyukas, fenyőfa kinézetű, kis pulcsa van. De direkt lyukas, ritkás szövésű, így van. Ilyen dudorok vannak rajta, és hát úgy néz ki, mint a fenyőfa ága. Moher. Szerintem vicces. Moher mindenki végigcsipkedett volna. Igen, a vízese vetett föl, és mindenki végigcsipkedett, aki elment melletted, mert egyébként ilyen. A Mirónak tetszik. Jó ez. Az a lényeg. Hát most az a legfontosabb. Kicsit megpróbálok odafigyelni magamra. Na, mi történt az elmúlt két héthez képest? Az az igazság, hogy nem tudom, én erről már beszélgettünk, hogy féltek-e attól, hogy öregszetek. És én múltkor belenéztem a tükörbe, és azt éreztem, hogy valahogy nem tetszik a látvány, vagy nem tetszik a tükörképem, úgyhogy elkezdtem egy kicsit odafigyelni magamra, vagy jobban odafigyelni magamra. Több botox, vagy mi lesz a vége? Nem, hát nem, ez még nincs meg, több, ugye? Több sport, vettem néhány új ruhát, úgyhogy most egy kicsit újra kezdek, és a Mirónak nagyon tetszik. De Miró szólt, hogy valami nincs rendben? Nem szólt. Tehát magadon érzed, igen, hogy kicsit elhanyagoltad, igen, magad? Igen, tehát azt gondoltam, hogy ha ebből, még ebből is lejjebb megy, tehát hogyha még ez is, ami most van, ez a közép kategória is még lejjebb megy, akkor az már nagyon nem lesz számomra tetsző, meg nyilvánvalóan neki sem, pedig azt hiszem, hogy ő ezt egyébként nem nagyon szokta szóvá tenni, de nem akartam, hogy nagyon elhagyja magam, úgyhogy most egy kicsit összekaptam. Meddig vagy hajlandó elmenni a kedvéért?
Mármint, hogy hát, mire gondolsz? Hogyha például azt mondja... A Kispesti Európa Parkban. Igen, tehát a Kispesti Európa Parkban vagy a belvárosban vásárolsz. Nem, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem megráncosodtál te asszony. Azt szerintem én előbb fogom érezni. Igen? Mint ő? Igen. Tehát ő a teljes elfogadó férj. Nem, ő megállapodtunk, hogyha egyszer nagyon-nagyon sok pénzünk lesz, akkor cicit fogunk nekem csináltatni. Na végre. Te már lehet hitelre. Igen. Én tudom, de az igazság, hogy annyi minden van a mi családunkban, amire inkább kell a pénz, mint az én cicieimre. Hogy, nehogy Julit húzzuk karácsonykor. Hát dobjuk össze. Nem. A felét a Miró, a másik felét meg mi. Na, és ne, akkor egy cici a miénk fontos, lesz a Julin. Nekünk nagyon fontos, hogy a munkatársaink elégedettek legyenek. Igen, fél, csináljuk azt, hogy nem húzunk karácsonyra, hanem mindenki azt mondja, hogy most kvázi a Juli jó nevét húztuk ki, és akkor szálljunk be a fél cicit. Vagy egy fél cicit megcsináltok, és akkor a másik felét meg a Miró, amikor majd behozza. Amikor behozza. Meg amikor húzunk most karácsonyi ajándékozandót, akkor majd a te neved mellé Miróját is bedobjuk, és akkor érted, te a balt, ő a jobbat kapja. Mit mondjak? Nagyon figyelj, kedves ajándék. Ugye? Szerintem ez jó. Hát a gyerekeim is meg szokták néha kérdezni, hogy anya, neked miért nincsen olyan nagyobb cicit? Hát, mondom, drágám. Miért neked, apa, nézzeket? Nem, mert nekem ekkorát tojta Jézuska, úgyhogy... Tojta Jézuska. Mindegy, szóval ezzel szoktuk... Szerintem ez egy teljesen természetes dolog, és egy jogos igény. Jogos igény, így van. De egyébként, hogy én szerintem tőlem nem áll messze az, hogy egy idő után esetleg az ember beavatkozások alá, tehát hogy szépészeti beavatkozásoknak veti magát alá. Szerintem ez, hogyha valaki megteheti, és nem érzi idegennek, akkor tegye. Ez jó, az nyilván az nem fogok baj. Így kinézni, mint akinek hátrahúzták a fejét, de lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy azt mondom, hogy na hát akkor egy kicsit próbáljunk meg rajta dolgozni. Hát ha már férfiak is meglépik ezt a dolgot, ugye nem régében az egyik rockstárunk töltette fel az ajkait. Ja, ezt láttam, az nagyon csókosra. Csókosra töltette az ajkait. Annyival szebbek azok a nők, akik nem csinálnak semmit. Én nem, de figyelj, állj, tehát óriási különbség van. Most nem a mellplasztikára gondolok, mert az nekem nincs baj, mert nőnek önértékelést, hogy legyen nagyobb veletük jó. Hanem akik így szétbotoxálják magukat, és ha megnézed, hogy van egy 50 éves nő, aki természetesen öregedik, vagy egy 50 éves nő, aki szét van botoxolva, és nincs rajta ránc, egyszerűen fény évekkel szebb az, aki hagyja magát természetesen megöregedni. Tehát ez a szétbotoxolt, mimikátlan, hollywoodi arcok jó, olyan az rosszul a ló, néznek. Okay, várjál, az, de az a ló túloldala, de ezt lehet úgy csinálni, hogy ez ne legyen borzasztó feltűnő. Van megállás, hogy igen? Persze, nekem van egy ismerősöm, aki felvarratta a ráncait, és csuda jól néz ki. Hmm. És tényleg 10 évet fiatalodott. Uh-huh. És nem is akar tovább menni, tehát ő nem gondolja azt, hogy akkor ezután injekció állandó, és mindenhonnan, és állandóan újra kell varni. Nem, ő itt megáll. De volt egy pont, amikor azt látta, hogy lóg az arca, és akkor felvarratta. Aha. Hát csak pár év múlva megint elkezd lógni, akkor megint jön egy újabb. Nem, én mindig attól félek, ha valaki elindul az úton. A cicivel teljesen egyetértek, hogyha a nő azt mondja, hogy ő ebből önértékelési problémával küzd, akkor csináltassa meg. Ez a többi nekem már meleg terep, hogy belekezdesz, megint továbbmész, még továbbmész, itt is meghúz, ott is, idén. Én szerintem tudnám ezt ügyesen kezelni. Igen? Nem hiszem, hogy meghűlnék tőle. Hajrá, Miró, a pénzügyben. Na, mit hoztál? Ez már a téma felvezetés? Nem. Hát, hol is kezdjem? Szóval nyilván erről már egy párszor beszéltem, hogy azok, akik évek, évtizedek óta élnek együtt, azok pontosan tudják, hogy miről beszélek, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, vágy, a nagy lobogás az egy idő után alább hagy. Ez egy teljesen természetes, normális folyamat. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a lobogás megmaradjon, azért tudatos munkával tenni kell. És nyilvánvalóan nem nagy hókusz-pókuszokra kell gondolni. Igenis néha el kell menni kettesben valahova, akár vacsorázni, akár hogyha megtehetik, akkor egy hosszú hétvégére. Szerintem 2-3 havonta illik a nőnek venni egy új fehér neműt. A férfi néha felajánlhatja, hogy megmasszírozza a felesége hátát minden hátsó szendék nélkül, szóval, hogy itt nem hátsó szendék, szeretem. Nem kell, nagyon pedig egy jó masszírozás némi hátsó szendékkal, abban van a vitamin. Vagy némi hátsó szendék, esetleg egy kis masszírozás. Szóval nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. És szívesen fáradunk át, ugye, a másik szalomba. Igen, mondjad? Ilyen vagy. És azt is tudjátok rólam, hogy én módszeresen keresem az új ingereket, és mivel mi már 12 éve vagyunk együtt a Miróval. Jézusom, hát mit csináltál? Már félek. Kereste az új inger. Vajon megint mit csináltál? Igen, na már, atya, úr. Elég nehéz új picit dolgot találni, vagy új dolgot mutatni a Mirónak, de találtam egy új, Jézusom, új dolgot. Jó. És ki is. Már be is írhatjátok, hogy felháborító, hogy? Igen, már kezdjétek el. Ja, egyébként, bocsánat, hogy felháborító, hogy? Tehát, hogy egyébként, amióta megy ez a rovat, több megkérdezték azt, hogy engem nem zavar-e az, hogy a magánéletünkről beszélünk, hát, vagy pontosabban beszélek. Azért ne legyünk álszentek, tehát akik házas életet, vagy házasságban élnek otthon, azok
néha ágyba bújnak, meg vannak problémáik, meg konfliktusai. Tök álszentek az emberek, hogy ezzel ne foglalkozz, olyan álszent mindenki, igen, hogy és a másik, nagy többség, amire nem mindenki. Gondolok, hogy hát, ha valami elindul néha ilyenkor a fejekben egy-egy ilyen beszélgetés után, és azt mondja apu vagy anyu otthon, hogy kipróbálom, és ettől lesz valakinek egy kellemes estéje, akkor megérte. Na, szóval ismeritek a kifejezést, hogy naked sushi? Igen. Igen. A szavakat külön-külön is, meg magát a kifejezést is. Igen. Nem, nem, mondd, hogy nem. Vagy mondd, hogy igen. Hát de... Nem, hiszem el. Te a legjobb arc vagy, akit ismerek, komolyan mondom. Mondjuk el azoknak, akik nem tudják, röviden. Vagy inkább mondd el te, hogy ez pontosan mit jelent. Te szádból még jobb. Én ezt nagyon régen láttam először, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni akkor a látvánnyal, mert ez körülbelül már egy 10-15 éves találmány, vagy legalábbis a japánoknál jóval régebbi, csak nemrég hozták be mondjuk Amerikába, hogy meztelen női testen tálalják a sushit. És egyébként ez egy baromi drága mulatság, például New Yorkban utána is néztem, valami 1000-1500 dollárba kerül az, hogyha egy pucén nőről akarod megenni a sushit. El lehet menni éttermekbe, van ilyen szolgáltatás. És arra gondoltam, hogy hát ez milyen jó pofa dolog. Eltekintve attól, hogy mi egyáltalán nem szeretjük a sushit, úgyhogy arra gondoltam, hogy hát nem sushit. Rántotus, töltött káposztát. Naked ham, illetve naked sausages című. Nagyon jó. Nagyon jó. De elmentetek való egy harmadik nőről enni, vagy te magad voltál? Elviszont, hogy másik nőről lenni. Minden tudni akarok, hogy vágtad föl, mikor vetköztél, mikor lépett be, hogy tetted föl magadra, mesélj, mindent tudni akarok. Hogy zajlott? Szóval... mondtam a Mirónak, hogy meglepetésre készülök, neki erre mindig felcsillan a szeme, mert tudja, hogy ilyenkor valami új és jó dolog következik. Úgyhogy ő nem is állt ellen, mondtam neki, hogy szükségem lenne arra, hogy legyen egy kis időm rá, mert tudtam, hogy elő kell készülnöm. És a pénteki napot... Nem! Miközben a gyerekek bent dominóztak a szobában, levet köztem besztelen. Igen? Gyerekeket lepaszoltátok? Igen, egy pénteki napot jelöltem ki erre a napra, és mondta a Miró, hogy hát reggel, hogy mondta neki, hogy hát este 6-ra kellene hazaérnie. Egyébként az megelőző napokon ez nem volt probléma, mert korábban nem ért haza, de mondta, hogy pont aznap nincsen dolga. Hát mondom, ez probléma, mert nekem viszont kell idő. Amíg megfő a tokán. De nem mondtad el, hogy mit. Nem mondtam el, hogy mit. Úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor legyen annyi, hogy akkor ő viszi át majd a gyerekeket anyámhoz, és akkor addig ott nem tudom, üljön le, tejára beszélgessen anyámmal egy kicsit, miközben én ott otthon előkészülök. Jó felvezetés. Igen. Jó, rendben, azt mondom, oké, rendben, akkor kapok majd fél órát arra, hogy előkészüljek, de nem tudtam, hogy miről van szó, és mondtam neki, hogy ne egyem. Na, akkor már azt hitte egyébként, utólag kiderült, hogy én majd főzök neki valamit, és azt hitte, hogy átviszem majd a szomszédba arra az időre, és majd visszahozom, és akkor megterítek, és akkor vacsorával fogom őt várni. Igen, igen, igen. Elmentem délelőtt, bevásároltam, és mivel tudtam, hogy sushit nem fogok felkínálni, mert egyrészt nem szeretjük a szagát, nem nagyon szoktuk enni, igen. Összehalazom magam, ezért hát mint egy ilyen svéd asztalt így vásároltam. Mert még kis sonka szeletelve, kis kaszinó tojás. Igen. Kolbász, nagyon jó. Kukorica saláta. Igen, ez is érett kamember. Hát vettem különböző sajtokat, vettem különböző fajta sonkákat, olivabogyót, koktélparadicsomot, tehát mindenféle színes szagos dolgot, amit gondoltam, hogyha szépen felszeletelek és felkínálom magamon, akkor abból akár egy jót is lehet tenni. Tehát Istenem, de jó ugye, vagy. A kettőnek a célja az, hogy egyrészt gyönyörködtessen, másrészt pedig tényleg ilyen egy normálisat. Na most, ha elérakok valami gyümölcskosarat, akkor attól nem fog jól lakni. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor egyen valami jót. Szóval bevásároltam, hazamentem. Tudtam, hogy az, hogy fölvágdosom ezeket a dolgokat, ez sok ideig tart, arra fél óra nem lesz elég, úgyhogy előkészültem. Ilyen hát már mesztelenül, vagy még ruhában, vagy már felkészülve arra, hogy fölfekszel majd, és magadra pakolod. Nem, még mert technikailag nehéz elképzelni. De igen, tehát hogy zajlott? Tehát még ruhában. Ott még teljesen abszolút igen? Ruhában elkészítettem ezeket a kis falatkákat, fogpiszkálóra felpusztam. Nagyon jó vagy, annyira jó vagy, basszus. A falatokat, mert tudtam, hogy ha csak hagyom és magamra pakolom, akkor lehet, hogy leborul, legurul, a olivabogyó az elmegy a csodába. Leves volt? Nem. A sparhetre refekítve. És a barna mártás is mindjárt kész. De összekészítettem az egészet, rátettem egy kis tányérra, lefóliáztam, kivittem a teraszra. A szomszéd kutyája egyébként egész végig ott körzött, úgyhogy állandóan el kellett, hogy hesegessen, mert érezte az illatát valószínűleg. Úristen. Miró hazahozta a gyerekeket, palacsintát sütöttek, majd volt egy adott pont, amikor mondtam a Mirónak, hogy na el kellene menni, menjem, vigye a gyerekeket.
És akkor ők elmentek, leterítettem a nagymama terítőjével hova, az asztalra. Hova? A földre? A terít asztalra? Hát tehát az asztalra, két... hát igen. Igen? Hol leterítettem? Okay. Gondolkodtam azon is, hogy lehet, hogy az ágyra kellene magam pakoljam, de hát ez úristen, de jó vagy. A dolog. Úgyhogy leterítettem az asztalt, kinyitottam a nagyasztalt. Na, hagyjam, annyira bizarr, én láttam a Wikit magam előtt, hogy fekszik, komolyan annyira bírnám. Nem? Hát nem elképzeled azonnal, hogy milyen a párod megcsinálja? A nagymama terítője milyen? Csíkos. 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 De jó. És csekkoltad az asztalnak a teherbírását? Előtte? Tehát, hogy... Nem, de hát ez egy rendes asztal, tehát nem... És oda vitte a tálcán már mesztelenül ott, igen, lefeküdve? Igen, ott oda letettem az asztal mellé a tálcát. Igen. Előtte természetesen rendesen felkészültél, elfürödtem, és a többi, és a többi. És akkor elkezdtem pakolni magamra a koktélparadicsomokat. Legurult? Nem, mert félbe vágtam. Mert ja. A köldöködben. Igen. Egy oliva helyén van. Vagy fogpiszk hálóban megtűzte a bőr. A két bimbóra fölraktam két citromkarikát. Óriási vagy. Elkezdtem pakolni a paradicsomokat, Isten, a sajtdarabkákat, meg a sonkát, meg a kis falatkákat. Te néha feküdtél messze, és leraktad magad, és néha fölnéztél, és ne, hát, nem, addig, ameddig zombik pakolja az ember, addig nincsen baj, mert addig egyenes minden. Utána le kell feküdni. Igen, és én hülye, annyira hülye vagyok, hogy ösztönösen, hát már mint automatikusan már megsózom a cuccokat, mert reggelente. Megsóztam magad? Nem, a kész kaját, tehát a paradicsomot megsóztam, úgy meghintettem, de ez fel se tűnt. Akkor csak amikor rátettem a lábamra, akkor éreztem, hogy csíp. És úgy pakoltam fölfelé a dolgokat, nyilván egy idő után el kellett feküdnöm. Akkor jött a halapenyó. Elkezdtem rámolni a dolgokat fölfelé, és akkor egy nagyon óvatos mozdulattal letettem magam mellé a tányért. Majd kezdett egy ki a konyhába, tudod. Na most három dolgot felejtettem el. Egyrészt felcsavarni a termosztátot. Egy óráig feküdtek. Ha kínzol sem mondom meg, hogy az első, amit elfelejtettél, azt hittem azt mondod, jó. A paranyica sajtot ért. Annyira jó. Nagyon jó. Szóval hideg volt, borzasztóan, és egy 5 perc után így fekve a izékkel, a koktélparadicsomokkal elkezdtem rohadtul fázni. Másrészt, ha elmentek moziba, mi az utolsó dolog, amit muszáj megcsinálni, mielőtt beülsz egy 2,5 órás. Elmenni is jönni. Mentem el. És elfelejtettem kikapcsolni a rádiót, úgyhogy Szani rohadt. És ő hívott közben, hogy már úton vagyok? És akkor itt... Nem hívott, hogy nem vitt kulcsot. Nincs jobb, mint pókjárásba oda menni az ajtóhoz. Te meg fekszel 4 kilót, fett a meggyújtottam néhány gyertyát, hát kényelmesen már amennyire lehet elhelyezkedtem, bár rohadt kemény volt az asztal, és akkor úgy vártam, közben fáztam, minden bajom volt, és ráadásul úgy képzeljétek el, hogy a szomszédunknak a kertje, az, ha ő hátra akar menni a kertjébe, akkor el kell, hogy menjen a mi ajtunk előtt. Jaj. És azt képzeljétek el, egyszer csak azt, függöny mosásba. Azt hallom, hogy a szomszédnál nyílik az ajtó, és így megy hátra a szomszéd. Na most, hogy nekünk az ajtónkon nincsen függöny, ez egy üvegezett ajtó, tehát hogyha oldalra fordítja a fejét, akkor azt látja, hogy Juli így integet. Vissza is írt, gondolom. Zseni vagy. Úgyhogy nagy csipeszbe volt a kezem, hogy ne nézzen oldalra, csak menjen át és menjen vissza, de hál' Istennek szomszéd elmúlt, vagy visszament. Ezt benézel a szomszéd, és ott veszik egy 4 kiló fett a sajtal magán, nem 3 paradicsommal, vagy 2 olivával. Az... Minden oké? Julikám! Szép a paradicsom! A maradékra benevezek. Termelőpiac? Európa? Jó van! Hajrá! Szóval én feküdtem ott az asztalon, kezdett egyre jobban fázni a lábam, úgyhogy a telefont is elérhető közelségbe raktam, és hívtam a Mirót, hogy na figyelj, most már jöhetsz. És mondta, hogy jaj, de jó, mert hogy egyébként ő bennül a kocsiban, és pókerezik, mert hogy mondtam neki, hogy minimum fél órát kell, ő már rég készen van, úgyhogy jönne. Mondtam, hogy jöjjön. Letettem a telefont, ott feküdtem az asztalon. Egyszer csak megérkezett Miró, aki átesett az Ereszt csatornán, úgyhogy pontosan tudtam, hogy mikor fog belépni. Ti nagyon jó fel, nagyon jó. Rohadja, kirasztja, a büdös életben előveszem a puskát, úgy beleengedek egy sorozatot. Ágyam elszáll. És belépett az ajtón, meglátott, hát nyilván fülig szaladt a szája, és azt mondta, hogy végre főztél. Imádom a fetát. Nagyon bírlak, nagyon. És oda várjál, de hogy nézi, oda telepedik mellé? Na hát oda jött, így igen? Végig nézett, én meg vigyorogtam. Ugye ilyenkor két lehetőség van, vagy hülyére kuncogod magad, és akkor az egészet agyon csaptad, vagy megpróbálod előadni az erotikus svédasztalt. És hát én ez utóbbit választottam,
amikinek tetszett, úgyhogy odasétált a konyhaszekrényhez, elővett egy kis tányért, és teljesen olyan érzésem volt, mint a svéd asztal perspektíva. Tehát, hogy így elkezdte leszedegetni róla. Levette, nem lehette róla? Le is evett, meg egy idő után így elkezdte leszedegetni a tányérra, aztán utána rájöttem, hogy mindezt azzal a célra szedi, hogy megszabadítson tőle. A nagy duranásban volt ez, hogy a hasadon megcsinálta a tükörtojást, az olivát berakta a köldöködbe, megnyomta a köldöködet és berepült a szádba, ilyet nem csinált, hogy rányomott a köldöködbe és berepült az oliva? Nagy duranás, Tupper Harry. Nem csinált. Engedi magát, az volt paradicsom. Nem jön ki, nem jön ki. Mondtam, hogy kenyeret talál a kenyeres kosárból, azt se hoztam. Úgy, hogy elkezdte leszedegetni, evett egy kicsit közben, persze engem is etetett, és utána leszedett mindent, félre rakta. És akkor én elmentem letusolni, mert tiszta vízén sajt voltam. Tiszta cézársaláta volt. Tiszta cézársaláta voltam, de hogy egyébként nagyon tetszett, és ezzel csak azt akartam mondani, hogy hogy lehet nem vagytok normálisak. És nem vagyunk normálisak, lehet kísérletezni, ilyen apróságokkal föl lehet dobni. És utána egy ilyen orbitális nagy szeretkezés? Mert de, ugye utána leültünk tévét nézni. Pukkantok egy bort, érted? Hát ott kekszik az asszony mesztelenül. Igen, törőt a gyertekát szomba. Csak meg kellett nézni. Szeretjük ezt a Balázs. Szeretjük ezt a Balázs. Semmi, nem így nyitotta be, nem? Dehogyis nem, hát persze. De hát ez csak hogy elérte a foglalkozás a célját, ezért kérdezem. Elérte. És egyébként is utána meg is ettük a tányéron található dolgokat, és finom is volt, és jól is laktunk, úgyhogy teljesen jó kis esténk volt. Istenem, béka! A füstöl tari! Ott van a hűtőben, csak látkettem! Azért nem mert... 4 kilós! Azért nem mertem egyébként ilyen nagyon füstös, mert de egyébként szerette volna szerintem a békön meg az ilyen füstöl dolgokat. Csak azon gondolkodtam, hogy ezek most letakarom magamat ilyen békön csíkokkal, olyan büdös leszek tőle, hogy soha az életben. Nem, nem büdös, nem. Az nem büdös. Erotikus, jó. Okay. A békön nem büdös. Jó, oké, rendben, tehát hogy azt azért nem akartam. Próbáltam szaksemleges dolgokat válogatni, persze azért így is volt, és egy ilyen... Hát ez nagyon jó. Bukéja. Hát ez nagyon jó. Szerintem, hogy megcsinálom, hazamegyek, ma beterítem magam. Brutálisan felfekszem az asztalra én is, és mindent rakok magamra. Ez jó, ezt kell csinálni. Tehát, hát nem feltétlenül ezt kell csinálni. Nem, ezt ilyeneket, igen. De nem, én mondom, tehát szerintem apróságokon múlik az, hogy egy láng lobogjon, és egyébként ez speciál egy kifejezetten vicces szituáció, tehát ezt azért szét lehet röhögni, és én egy csomó dolgot csináltam már, amit szét lehet röhögni, de ha mondom, ha valaki csak annyit tesz, hogy vesz egy új bugyit, és lesétál a férjének, azzal már azért nagyon sok mindent lehet tenni, és ezeket az apróságokat nem szabad elfelejteni, hát tenni kell érte, én meg próbálok. Csak nem mindegy, hogy mit. Terítettem neked egy joghurt el palacsintát. Igen, erdőtűz. És itt az igazi meglepik. Jaj, nagyon jó. Ha férjed beadja a válóperc, szó Júli, rögtön elveszlek, írja egy hallgató. Úristen, mikor válik ez a nő? Kérdezi valaki. Én elveszlek, viszkis papa. Küldte nekünk. A kulcsod az árban maradt? Kérdezi. Ne már visítok, elképzeltem az asszonyon a rakott karfiolát. Igen. Terekeken, jó kis rakott karfiol. Júli, van egy húgot? Kérdezi valaki. Öcsém van, és facért. Igen, de jó félzi, Júli. Úristen, imádom. Műzlist, visítok. Igen, olivából a köldökbe szájba pattintani, igen, mint a nagy duranásban. Júli for president, minden másra ott van. Igen, köszönjük szépen. Ah, nagyon jó. Nálunk a szitu ugyanez, csak én az aposommal berúgtam, mint az állat, és a nagymamáiknál aludtam. Feleségem 2 órán át várt, mire megvacsizott magáról, és SMS-be elküldött a búzsba. Ma kérdez, amiről nem jön. Ugye? Hogy meddig vársz? De egyébként arra azt figyeltem, hogy mikor lesz például a meccs. Hogy arra az estére nem akartam időzíteni semmi ilyesmit, mert pontosan tudtam, hogy én ott telefonálhatok, meg mondhatom neki, hogy gyere haza, ha ő azt mondja, hogy bocs, magyar, norvégos, és elmegy mellette. Ki a jobb? Magyarok! Ki a jobb? Oda jön, megrángat, azt bejutottunk az EB-re, érted? Ott megszerén, 4 kiló mozzarellával a melkasodon, érted? Sört, szatyit, most! Ah, jó, hát ez nagyon. Jó van, drágáim. Családi archívumba bekerült? Fotóztatok? A Miró mondta, hogy csinál rólam egy képet, és felteszi a Facebookra, szelfizünk egyet egy ilyen svéd asztalra, de ne, persze nem. Uh-huh. És csak annyit írt volna rá. Na ugye. ugye? Na ugye, tudjuk. Hát, jó vagy, Juli, nagyon jó. Helyes, így kell csinálni. Juli, 1 hét múlva puszi. Van már terved, hogy mit próbálsz ki, vagy még most nem, de megint csak hangsúlyoznám, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én minden második este ezt csinálom. Nem. Tehát jövő héten nem hiszem, hogy megint ekkorát fogok tudni durrantani. Nem baj. De azért majd próbálom ezeket csepegtetni. Jó van, puszi, Juli, köszönjük szépen. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel játszunk.
és aztán jönnek majd a nap legjobb pillanatai. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello, Karcsi, honnan hívtál minket? Hát, én Pápa mellől. Pápa mellől? Mit csinálsz, Pápán? Hát dolgozok kint a határba. Kint a határba? Igen. Szántasz, vetsz? Mit csináltok ilyenkor? Igen, szántok, szántok. Szántasz, tényleg, szántasz. Most melyik, őszi, a, melyik az időszerű? Mély szántás. Igen. Úgy van. És ott van melletted Olivier Santos. Igen. Milyen dalrészleteket hallottunk, hogy milyen előadó volt? Hát én a Rúzsa Magdét meg a Leona Lewis hallottam. Nagyon jó, így van. Leona Lewis, Rúzsa Magdi benne volt. Volt még Nickelback, Pink, Shakira, így van. Ügyes vagy, eltaláltad. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Há, közepecske. Annál egy picit talán nehezebb. Mehetünk? Jó, ne kapkodj, gondolj. Jó. Na figyelj, Karcsi, így szól az első kérdés. Hány forgalommal lévő bankjegyünkön látható egy erdélyi fejedelem? Ne kapkod. Erdélyi fejedelem? Így van. Hát... mondjuk kettő? Így van! Na, ügyes jó, vagy, hát ezt most eltaláltam. Második Rákóczi Ferenc és Betlehem. Tippeltél? Tippeltem, igen. De jól volt. Menjünk tovább? Menjünk, igen. Így szól a második kérdés. Melyik készfejét vesztett el Darth Vaderrel vívott harcban Luke Skywalker? Hú, még egyszer már nem igen hallottam sajnos. Melyik készfejét vesztette el Luke Skywalker? Amikor az apja levágta neki. A igen, értem. Visszavágban. Értem. Hát, ha minden igaz, a bal. Mi? Nem. A kardod benne, vagy mi? Nem. A jobb. Hát, ez a jobb kézett volna, igen. Karcsiká, bum, nincs, mert ez a második kérdés volt. Köszi a játékot, legközelebb. Sajnos, köszönöm én is. Nem volt pedig nehéz. De az első nehezebb volt, azon átmentél. Igen. Hát ez az. Izgulok. Köszi a játékot, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Jó munkát, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-4-10 lesz, 7 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan egy perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatjuk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Vendégünk volt, legalábbis telefonon keresztül, egy boszorkán nagymester, Vito, aki arról beszélt, hogy egyre több szexuális démon támadás van Magyarországon. Hát nem voltunk könnyű helyzetben, próbáltunk tőle konkrétumot kiszedni, és megkérdezni bizonyos, hát tényleg konkrét dolgokat, hogy mondja el nekünk, hogy mit érez másnap az ember, mi történik, de nehezen jutottunk vele dűlőre, mondott egy-két dolgot, megszenvedtünk vele. Hát megszenvedtünk vele, de érdekes volt a beszélgetés. Ugye? Tesség? Hármunk közül, akit elkaptak, az te vagy. Igen, jó, de hát a ti kapcsolatotok azért már régre datálódik, hiszen az ő karrierét is a Balázsra indította be annak idején. Bizony. Igen, szóval Vito boszorkánymesterrel beszélgettünk, hogy kik támadnak bennünket, mi ez a démon támadás, hogy kell elképzelni, honnan tudjuk egyáltalán, hogy démon támadás áldozata voltunk. Sok kérdést tettünk fel neki, és ő megpróbált mindenre válaszolni. Valamint beszéltünk egy nagyon érdekes uniós kutatásról, mert hogy tesztelték az iskolákban, hogy használják a gyerekek az okostelefont és a tabletet, és hát egészen érdekes eredmény jött ki, a diákok nagyon szerették, a tanárok is, és kiderült, hogy lehet, hogy nem kellene már annyira tiltani, sokkal inkább integrálni, és megpróbálni mindenkinek lehetőséget adni arra, hogy okostelefonon keresztül is tanulhasson, a nyilván hagyományos rendszer mellett. Összecsaptunk, így van, Balázs kontra Abakusz. A maradit rottyok, és a fiatal erő. Igen, felhívtuk a kutatás egyik vezetőjét, Mózer Szilviát, aki elmesélte nekünk, hogy hogy zajlott pontosan ez a kutatás, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel! Na, most jó reggel! Most jó reggel, szevasztok! Képzeljétek, csak kicsit kapcsolódva a mai témátokhoz. Az ördögűzéshez? Nem. Tegnap este megterítettem magamon Laurának.
telefon, meg tablet iskolába, stb. A mi gyerekeinknek van telefonjuk, használják. Persze azt gondolom, hogy csak jóra használják, néznek mindenféle focis videókat, meg játszanak rajta. És a múltkor valaki, mi a suliban nem engedjük, tehát mivel hogy a suliban tiltott, ezért nem vihetik. És a Romeo fiam, aki most negyedikes, azt mondta, hogy na de hát mások is hoztak be telefont. Képzeld el, apa, behozott a nem tudom kicsoda egy 20. századi nyomkodós telefont. 20. századi. És én még mindig ledöbbenve állok. Ez miért nagyon már kemény. Nagyon bizony. Hol vagyunk? 20. századi nyomkodós telefon. Körülbelül mi így Petőfiről beszélünk így nagyjából, nem? Igen. Úgy beszél a 20. századról, mintha az annyira régen lett volna, hogy a durva, hogy a nyomkodós, magát, aki ott él. Meg a durva, hogy a nyomkodós telefonról is így beszél, nyomkodós, hát még igazi, még billentyűk, hát még nyomkodós. Most Atyaisten, egyisten, két éve még ilyet használtam. Egy pillanatra megálltunk ott, és így gondolkodtunk, hogy azt most jól értettük. Hú, kemény, de nagy. De a büszkeségemet hadd meséljem el, tegnap vittem foci edzésre, és jött szembe egy kislány, aki nem is a mi iskolánkba jár. Azt mondta, anya, tudod, ki volt ez? Az Abaházi Rómeó az apukájával. De helyes, ugye? ez jó. Ennyi. Hát ennyi. Elmúltál csak. Ezzel neked leáldozott. Kihúztak vastag ennyi. Filccel így át a neve. Hagytam egy nyomot, érted? Már csak a Rómeó. Vagyok valamelyik nap láttam azért a Facebookon az oldaladon egy képet a gyerekekkel. Ugye? Basszus. Ugye? Tehát, hogy a Rómeó az annyira egy ilyen, már most látszik rajta, hogy egy ASZ be fogja darálni a félvilágot. Tehát, hogy a srác nagyon jó képű, a szeme se áll jól, iszonyatosan csibész, nem olyan, mint az apja. Ezért vagyok büszke arra. Volt ott is egy durvább korszak, csak már elfelejtettük. Igen, azt eltemette a tanukkal együtt. Bizony. Hívjuk a naphallgatóját. Hívjuk. Az a srác. Látszik. Tud valamit, mi? Tiszta apja, mi? Nem is mutatta meg a virágnak a kép. Majd megtalálja magától. Aha, nem fogja tudni kikerülni. Már megrendeltem a vadászpuskát. Morning show. Az bizony. Hello. Hello, hello. Szia, profi vagy. Ciao, nem írtad alá. Ja nem, András, hello. András, hol hallgatsz minket, hello? Győrből. Azt írta Gyuli történetére reagál, vagy nálunk a szitu ugyanez, csak én apusommal berúgtam, mint az állat, és én is a nagymamáméknál aludtam. Feleségem 2 órát várt, mire megvacsizott magáról, és SMS-be elküldött a buszba. Ő is készült egy ilyen mesztelen susitállal? Hát igen, kis apróságból, de aztán... Nem lett belőle semmi, sőt, másnap ebédet sem kaptam. No. Te meg az aposoddal fetrengtél éppen valahol, ő meg várt vesztelen. Szegénykém. Minőségi cseré. Depotolta azóta, vagy soha többet nem csinált ilyet? Soha többet, meg soha nem is fog. Megértem, 3 óráig feküdve messze magadon 4 lazacsal, meg egy kis tofúval, azért az kemény. Úgyhogy nem jön senki. Aposod is ugyanígy tálalt meg? Ja, igen. Mondjad, Jani? Aposod is ugyanígy tálalt meg? Persze. Gyere, barni kell, fogyasszál. Egy élet kicsit, persze. Van egy kis nyeles tojás. Ugye, nyeles tojás, de szép. Jól van, küldjük az ajándék csomagot, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Milyen zenék lesznek, Csabi? Biztos remek zenék. Igen. Valami új? A Fist hozom nektek. Nem egy új zenekar. 1999-ben alakultak. Ők magyarok? Magyarok. Uh-huh. Ők játsszák a hard pop nevű stílus. Tudjátok, Magyarországon az elég sokáig be kellett skatujázni, hogy ki mit játszik. Szerintem szintisztán rockzene. Bár a most hallható dal, amit hozok nektek, az egy ilyen remix. Ne is figyelj rám, ez a címe. Ajánlom nektek nagyon. Nem a Kovács Krisztián az agya a zenekarnak. De ő írja a dalokat, meg a szövegeket. Szerintem kell azért figyelni rájuk. Igen, jó? Igen, jó. Figyeld meg. Jó lesz, tetszeni fog. Meghallgatjuk. Csabi, a kívánságműsorról 555-55-00 a telefonszám. Írjatok neki SMS-t, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Szia, csáó! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország